Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Mindent fogtok hallani. 6 óra múlt, 15 perce, jó reggelt kívánom mindenkinek. Péntek 13, sziasztok, csak azért. Hello. Péntek 13. Adtam ezt be, gyerekek, bizony. Így van. Újra péntek már 13, megint. Gyerekek. Atya, úristen, de durva. Nagyon durva, hogy múlik az idő, ugye egy hónappal ezelőtt péntek 13-a volt. Gyerekek, azt beszéltük, hogy úristen, most volt karácsony, most meg már péntek 13 február. Erre mi van? Március 13, péntek 13 február. Hihetetlen, hogy hogy megy az idő. Már megint február van. De durva. Esik. Elképesztő, hogy megy az idő. És hát szóval egész egyszerűen elképesztő. Hát, az azt mondom, hogy le vagyok izzadva. Jaj, gyerekek, olyan hosszú napom volt tegnap, hogy az valami elképesztő. Hát, aki Debrecenbe kéne menni. Imádtak, szétszedtek, hintetted az igét, mindenki megtér. A pajzson vitte ki. Elaludtál, nem mentél. 500 ember. 500 ember. Csak miattad? Megvártak, amíg felkóferad a Gábor, aztán hazamentek. Iszonyatos tömeg volt egyébként, gyerekek, hát ennyit én még azért nem vezettem, hogy valakit felkonferáljak, ezt el is mondtam a színpadon, hogy drága közönség, tessék magatokat megbecsülni, mert általában engem szoktak felkonferálni, ha megyek vendégeskedni előni, vagy előadni, vagy bármilyen média napra, vagy bárhova, de nagyon nagy szeretettel tettem. Közel 15 perces kis speech után felkonferáltam a mi Gáborunkat, meg ott beszélgettem vele a színpadon, meg dumálgattunk így egy csomó mindenről, de nagyon-nagyon nagy siker volt, imádták, de szerették, jó. Néztem. Nem volt neki kellemetlen az, amikor te mondjuk oldalra kihúzódtál, hogy leüljél egy picit és átad neki a terepet, akkor az egész közönség téged nézett? Ahogy nem, ott ülsz. Ennél sokkal szemetebb voltam, mert lejöttem a színpadról, átmentem a másik oldalra, elkezdtem autogramot osztogatni, és a Gábor... Hát, és a Gábor úgy adott elő a színpadon, hogy mindenki hát, ezt is írd alá, ezt is írd alá. Én belenéztem az ő előadásába, meg ott maradtam még, meg volt egy kis beszélgetés ezzel-azzal, aztán én jöttem vissza, mert közel egy órás előadást tartott, készült egy csomó mindennel, meg hát, illetve készültek neki, a profi már az a stáb, aki mögötte van, és jó, nagyon jól sikerült. Gyerekek, van egy gyönyörű szép lovarda Debrecenben, és a lovardán belül van egy ilyen színházterem jellegű kis épület. Nagyon szép az egész, tök sötét volt, szakadt az eső. Ott a kampusznak a területén belül, gyönyörűen megcsinálták, és ott van egy ilyen nagy színház terem, és ott volt ez a kis Balázs Gábor est. Hallott kampuszban. Hát azért tudod, oda nem egyszerű hát, bejutni. Nem, én tudom. Kampuszban. Én mondjuk moslékkal jártam oda, de... Na jó, én mindig úgy indítom az ilyeneket, hogy bemegyek, beköszönök, kis poénkodás, rögés, és lemegyek a közönséghez, és én mindig megkérdezem, hogy ki mit vár. Kis poénkodás, udvarias nevetés? Ne, rohadjál meg. De jó. Kis poénkodás, nagyon nagy nevetés. És lemegyek utána a közönséghez, és megkérdezem, hogy ki miért jött, ki mit vár el. Tehát egy ilyen kis interaktív, ezt azonnal... Persze ment a poénkodás, hogy mit értem. Volt egy néni, miért tetszett jönni? De ezért, az jöttem, jó van, Baláska nőnek, és oda meg nénéz, és miért tetszett jönni? Mit tudom én? Az unokám elhozott. De mondom, ez a nagyon jó hozzáállás. Mit tudom én, a legjobb hozzáállás, nincs elvárás, nincs csalódás. Mondtam, nekem nem tetszik semmit elvárni, nem tetszik semmiben csalódni. Bármit kap, az jó. Szakadt mindenki örök, és mit tudom én? Tudod, csak hogy beült, mert esett az eső valószínű. Nagyon jó volt. Hát se tudom, ki vagy odáig, el se látom. Miért jött? Hát, ha itt van a Jani is. Igen, a prospektus, a jók a csikos parhelyzben. 50 pluszban nedvesedő bugyik várták a Gábort. Persze én vittem a fiatalokat. Meg 50 alatt. Én 50 alatt taroltam. Oké, de ki csekkolt? Mert hogy érted, most ez egy állítás a részedről, de... Volt egy néni, följöttem. Jó, Bonyi Balázs, jó. Megjelent a Gábor. Nem akarta abba adni a tapsot. Már meg kell jegyeznem, hogy azért kicsit bánt, hogy jobban megtetszik tapsolni, mint engem, mondom, azért ez így nem lesz ez így. Nem lesz ez így. A néni olyan boldog volt a Gábortól, hogy ezt nem hittem el. Úgyhogy a végén megadtam a nénnek a Gábor számát, persze a Gábor nem tudott, de elkérte, úgyhogy én meg abszolút jó vendéglátóként megadtam. Írja alá, Gábor, kérem, írja alá az új szövetségemet. Igen, viszont soha nem vagy olyan magányos, mikor jössz visszafele szakadás, a gyerekek olyan eső volt, megőrültem, 2,5 órát jöttem Debrecenből, 10:30-ra értem haza, már minden barátomat végighívtam, ötször beszéltem az anyámmal. De a barátaid nem vették föl. Ötször beszéltem mindenkinek a nagy mutere. Nagy a baj, kicsi fiam, fél év alatt nem hívtál fel egy vissza. Igen, de hogy ez, szóval, hogy már vettem 6 kiló, messze van, hiába 6 kiló, igen, kesudiót, 8 ilyen
tudod, ez a fokhagymás kenyér, hogy ébren maradjak. Egy hogy ehetsz a Gábor előadása után ilyen rokat? A kesudi jó? Az jó, micsoda, de a táblacsoki, meg hát, a sós magyaros. Egy este a Gáborral az olyan szinten előre viszi a dolgomon, ja, és simán hátra lépett 2-3-4-5-5-5-5. Menő. Muszáj, muszáj, én mindig kajával tartom magam ébren. Láttam vagy kutyát, vagy vaddisznó, tehát ez volt kaland. Úgyhogy, na de elmentél egy erdészhez, egy magas les mellett volt ott egy az gyanús volt, hogy ez nem autópálya. Volt, kicsit zötyögött az út. De azon gondolkoztam, hogy Amerikába utazol 2 órát, hogy beérjél dolgozni. Körülbelül abszolút megszokott. Tehát Los Angeles mellett laksz, akkor utazol 2 órát oda. Ez náluk, ez nem is értik ezt a 20 percet, benn vagy a munkahelyen. Tehát ez náluk ez a 2 óra be, 2 óra vissza Los Angeles tehát mellett. Normális. Tehát teljesen normális. Utazol 2 órát, és az ország határnál vagy. És rájöttem, olyan picik vagyunk, pici. Nem? Szóval szép ország, nagyon pici ország. 2 órát vagy Debrecen. 2 órát mész, még kicsit tovább mész, kim vagy az országból. Amerikában Los Angeles agglomerációjából mennek be, mondjuk két végletet hasonlítok össze, egy nagyon pici és nagyon nagy országot. Jó, de nem frusztrálja a következő tankolás réme. Hát olcsó a benya, ott igen. Igen. Ott nem is véletlenül járnak nagy köpcentivel, persze. Ott fele ennyi, körülbelül. Galomban mérik, de ott olcsó, igen. Na mindenki, még itt meg ott veszedsz 2 óra, ezedsz 2 órát, nem is kint vagy az országban. És akkor bármelyre indulsz, igen. 2 óra az kész. 2 óra vége, igen. Tehát Peking mellett úgy mész az autópályán, mész 1 óráig, és nem hagyod el Pekinget. Jó, nem akarok ott élni. Én voltam, amikor mondjuk Pekingből... Mondjuk a smog miatt nem is látod, ha elhagytad. Igen. Pekingből mész megnézni a nagyfalat, ott van egyébként tök fura, de ott van, mint 2 óra. 1 órát mész Kínába? Az autópályán. Tessék? Az Kínában van. Én nem tudom, hogy Pekinghez ilyen közel van. 2 órát mentünk autópályán, abból egy még minimum, mondom, kérdezték, hogy hol vagyunk már, milyen tartályon az idegenvezető. Peking. Ez is tök jó, hogy tényleg még elő az Peking. Elő az idős nének. Álányom, mikor élünk a nevék Pekingben vagyunk. Másnap. Hol vagyunk? Peking. Mert egy körgyűrű vagyunk, egy körbe-körbe vagyunk. Na mindegy, úgyhogy ami drága Gáborunk helytát, nagyon izgult, nagyon aranyos volt, nagyon kis idegeske volt. Viszont Puliszka, ugye, ha valaki nem tudná, csütörtöki rovatunk, Gáborral, de aztán... Egy gyújtó hangulatú előadást adott? Tehát megvan a kép, hogy Gáborunk így átlelkesedve pátosszal átitatva nyomja azért a csicsóka pürét, meg az egyebeket? Elbetüket éget. Figyelj, belendült, és aztán már jó volt, úgy volt felépítve az előadás, hogy jöttem én, aztán ott voltál, aztán még én beszéltem, és aztán még betolt egy reggelit, egy ebédet, meg egy vacsorát, és végig elemezte. Ilyen hosszan beszéltél? Tessék? Igen. 3 nénit infúzióra tettek, 2 kivittek, 1 elvitt a mentő. Egy szülés is volt gond. De rossz kajákat hozott be, vagy jókat? Rossz, olyan kajákat, amit te reggel eszel, este eszel. Aha. Napközben eszel, kakaós csiga, joghurt, stb. Amiről te azt gondolod, hogy egyébként nem ártasz vele annyit, és ezeket így végig elemeztek, közben kivetítő, ne, zat, gyerekek, Las Vegas volt, Amerika volt. Las Vegas. Amerika. Volt lézerpálcája, amivel rámutatott a tényekre? Nem, az nekem volt, hogy miben belevilágítottam a szemébe. Amikor túl jó volt, akkor kicsit belevilágítottam a szemében. Úgyhogy ez volt tegnap, gyerekek, 10:30-ig értem. Notorius potyázok voltak, akik kóstolták az ételeket? Én a rosszat, én megint, én! Majd én megkóstolom. Majd én, már kezdek tele lenni. Azt már nem láttam, mert végét nem vártam meg, és az lehet, hogy ott, hogy gyorsan rámentek, ott felemelték a fedőket, amíg a Gábor ott autogramot osztott, meg aláírtak. Hát, de meg is érdemli egyébként. Persze. Iszonyú sok munkát melott fetszol ebbe az egészbe, és jó úton jár, úgyhogy nagyon rendes, szimpatikus, kedves emberke ő. Igen. Hát én figyeljetek, én tegnap nem akartam valahogy hazajutni, pedig nagyon szerettem volna, de eleve az, hogy itt a Népligetnél, ahogy mentünk lefelé Annával, ő a tanúmrá, meg az a pár száz, vagy nem tudom, talán 1000 ember is, aki belefutott, már megint valaki bejelentette, hogy bombát helyezett el a Népligeti metró aluljáróban. Azt hittem, megint valaki oda kult a lépcsőt. Azért már nem riasztanak senkit. Az már az inges küszöbödön túl vagy, azt már meg sem említed, tudod? Az mert azt mindig van, milyen lejössz elő. Valaki oda székelt a lépcsőre. Ezt nem hiszed el. De mostanában mindegy, nem akarok erről beszélni, de mostanában már félre se vonulnak nagyon. Tehát már szegletet se keresnek. Minden nem is érdekes. Szóval, hogy kiszorakozik ezen, vagy kinek okoz az örömet tényleg, hogy elárasztja rendőrökkel a Népligeti metró aluljárót, hogy a metró ugye akkor ebben az esetben a Nagyváradtér és Zecseri között nem áll meg, hanem csak áthalad, és órákig tart, ugye, amíg átvizsgálják. Nyilván ők olyan tempóban vizsgálják, ahogy tudják, de mindent meg kell nézniük, hát ugye ezekre a bejelentésekre mindig rá kell repülniük, akár tetszik, akár nem, akár sejtik, akár nem, hogy itt csak kamuról van szó, hát hál' Istennek kamuról volt szó. Mondom, tínédzserek, nem? Hát mi, az a baj, mi is csináltunk ilyet. Most mindig fölnő egy generáció. Sosem.
Metróba jelentették? Nem, metrókat robbantott. Főrobbantottunk egy-két metrót. Persze. Az, hogy mindig van egy generáció, tehát aki csinálja, kinő belőle. De ott van a következő, aki megint csinálja. 16 évesen, bubba van a népléket, lerakni a telefont, hát a világ legnagyobb élménye egyébként, bármilyen fura, de hát ez, legalábbis mi ezt csináltuk. Tehát szerintem ezek tinédzserek, nem? Hát, nem beszélgetett el veled édesanyád? Mi rosszak voltunk, ezt nem mentem az a két pofonért, hogy ajatt csináltam megint egy bombariadot. Anya, megint mi voltunk. A metróba, én csináltam bombariadot az általánosba, a gimibe, az igazgatói mellől hívtuk föl a portát, olyan rosszak voltunk, szerintem ilyen rossz gyerekek, nem? Hát lehet. Hát az igazgatóit megértem, mert ott érted, nincs matek lett, vagy nincs matek dolgozó. Ez is bevállalós, hogy itt van az igazgatói mellett egy kártyás telefon, és a kártyás telefonból hívott föl az iskola portát. Bomba van az iskolában. Megismered az én hangom, hallod? Bomba van a metróban. Hol? 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 A Népligetnél. Nem ismersz meg, nem? Nem. Nem. Totál nem. Ugye? És becsukott szemmel hallgattad, tökre olyan volt, mint a zsülle. Mert én voltam tegnap. Szerintem gyerekek, ez normális épkezlep felnőttnek, ez nyilván nem okoz. Kiszúrni, mert ott azért, ahogy a Ferenc mondja, ott van valami célja a dolognak, de itt most elfogyott a izélvétről, mert tök magos pogácsa. Nem, ne keresd az okot, szerintem maga a telefon betyárkodás az az ok, hogy beszólsz, és akkor és akkor vegyülsz a rendőrök között, és tudod, hogy miattad jöttek ki, te ott állsz, eszed a kis, nem tudom. De még meg is várod, hogy persze, az úgy megvárod, és akkor ott jönnek, te is ott állsz ártatlanul nézéket, és tudod, hogy miattad vannak ott. Hát nem tudom, ki volt. Ja, nem tudom, ki volt az. Igen. Szóval, hogy ezt szerintem gyerekek, nem? Hát ez felnőtt, épp kezdve felnőtt nem csinálja. Nem mindegy, hogy becsúszhat egy kis egészségügyi séta innen a Népligettől. Neked minden reggel bejutás, egy kalanda bejutás. Nem, de ilyenkor természetesen rögtön forrodrodban vagyok. Csabival jelentem neki, aztán a következőben bemenni. Hát azt én hallottam. Mentem valahol, azt mondja, megint Vadó Jani telefonált. Aha, ja, mert Kispesten baleset. Azért mondom, mert az a telefonált. Kispesten négyes baleset, nem tudom milyen terület. Mi van, te csöröksz a kívánságban? Jelentő lettél a rögtön jelzem. És mondta is a Csabi, megint Vadó Jani telefonál. Persze, mert hogy hazafele menet, mondom, ezért jutottam haza nagyon nehezen, mert ugye aztán találkoztunk kedves bénejemmel, határúton, aztán elindultunk hazafelé. Kossuth tér 4-es karambol. Megint. Ott állunk a dugóba, senki sem erre. Érted? Mindegy, ez van. És elsőnyire használtak az autót, persze. 4-es karambol van, és szeretném kérni a Groovehouse Vándor című. Igen, nem. A Száguldás Porsche Szerelem című dalt küldeném. A jó... Te nagyon vicces, hogy betelefonálsz, eszembe nem jutna a Csabi. Miért? Hát a Csabi, hogy eszembe nem jutna. Abban a pillanatban. Ha olyan vályazár lenne az M0-ás, hogy 2 órája állunk, és tudom, hogy a Csabiban elküldöm neki, de naponta 4 balesetet látok, eszembe Csabi, nem jutna. Csabi, már csak ennyi van. Szia, Csabi, írom. Ne. És betelefonálod? Persze, simán betelefonálod. Nagyon beteg. Hát jó, hát tájékoztatod a hallgatókat. Hát ez nagyon-nagyon-nagyon rendes. Nekem valami nem jutna eszembe. Azt mondja, hogy nem gyerek volt, nézzé híradót. Nézzé. Kösz, majd nézek. Ja, jó, oké, okay, nézek. Ez nekem szólt. Ja, oké, ja, oké. Okay. Kedves Anonymus. Igen. Nézzé híradót. De nem, ez nekem szólt, mert nem gyerek ott a bombariadós. Azt mondja, de nézek híradót, jó van, nézek, örülje. Későn ért haza az előadásáról. Na. De milyen humánus vagyok, hogy még ezeket a prosztó SMS-eket is beolvasom egyébként. Aztán azt mondja, hogy megint egy hajléktalan volt a bomba bejelentő, hogy börtönbe kerüljön. De ez most már minek? Puszi Nikol, hát azt beviszik, és akkor ott... Azt ősszel szokták csinálni, mert hideg ellen jó a börtön. Igen. Vagy igen. Azért, hogy kiürüljön az aluljába, és nyugodtan tudjon kakálni. Igen. Színház terem, Bali, látnád, mi megy ott szerdánként, ugye ez Debrecenre vonatkozik. Nagyon jó volt a tegnap, köszi, de mától hála Gábornak áttértünk fényevőnek. Na, ezért nem kell elmenni az előadásra. Nincs ez a baj, nem kavarnak össze. Gratulálunk a tegnap előadáshoz, azt bántam picit, hogy Svarcival lehetett fotót készíteni, de a tette szerződésedből viszont ez sajnos hiányzott. Engem, jó, de az 500 ezer volt a Svarc is. A fél millió. 500 ezer forint volt egy fotó a Svarcival, ha akartál. Le, egyébként bele volt Balázs szerződésében a fotó, csak ő 6-ot kért, és nem merték megmondani a szervet. Ennyi. Igen. Azt mondja, hogy M43-a Szeged végén trafi, 100-as korlátozás, ezt Egró küldte nekünk, és 128-as M3-as kilométer.
Szintén egy kamion lebontott a szalagkorlátot helyszínelnek spotja küldte nekünk. Köszönjük szépen. Hú, Zoli nagyon kemény SMS-t írt, azt mondja, hogy a 8 napos fiam bárányhimlős. Nem alszunk 3 napja, nem mindegy milyen alapon, nem minden, mindegy alapon szétvenének titeket. Fú, gyerekek, az kemény. Kérdés, hogy oltva volt-e, és úgy megy át rajta, vagy nem volt oltva, és akkor viszont veszett durva a dolog. Mert ha ott volt, akkor gyorsan, akkor gyorsan átmegy, igen, igen. Tegnap én is úgy odabújtam volna Gáborhoz, üdvharti. Furkusztus. Igen. Jani, a tegnapi bombariadó egy férfi műve volt, aki mindenképpen börtönbe akart menni, tehát akkor az előző SMS írója nem viccel, igazat mond, de első alkalommal nem ítélték el, az RTL híradóban volt róla szó. Miért akar valaki nagyon bemenni? Egy idő után azt mondják, hogy akik sok időt töltenek bent, azok már úgy szocializálódnak, hogy kint nem érzik jól magukat, kaja van, meleg van, béké hagyják, nem kecselni semmit, és visszavágynak, vagy nem találják a helyüket a külvilágban, hát nem tudom, hogy mennyit volt. Ezt bent. Én értem, csak ne velünk csesznek ki, akiknek semmi közünk nincs, hogy ez menjen valamelyik rendőrkapitánsághoz. Igen, így van, dobálja meg téglával az ajtót. Így is, nekik egyébként ráadásul ilyenkor akkor menjen a kerületi rendőrkapitánsághoz, és akkor a rendőröket is megkíméli attól, hogy ki kelljen vonulniuk. Tehát, hogy tök jó, még esetkocsis, riasztás sincs. Ugyanezt odaállsz. Eléri. Nem? Jól van, gyerekek. Elküldtem, metrózott, mert elment. Olyankor egyébként mi van, hogyha a rendőrkapitányságra jelenti be a bombariadót? Csak hogy ugyanúgy beviszik. Nem semmi. Lehet bemenni. Ja, de nekünk be kell menni. Vagy most nem kell bemennünk? De hát ki kell viszni. Bár kell nézni az épületet? Igen, de ki nézi át? Nézd át te. Nem, inkább. Áf, büdös francba. Igen. Na jó, hogy állunk játékkal? Nem rosszul. Nem rosszul, 3-1. Tehát, hogy megnyertük a hetet. Nyertük a hetet. Puha pöcsök akkor. Gyerekek, jó van? Játszunk ma még? Vagy most mit csináljunk? Tök fölösleges. Ugye? Ezek után játszani akarnak. Nem csak játszani, verekedni. Na most tényleg, most még olvassunk el egy újságot, ígyunk egy kávét, hallgassunk egy zenét. Miért, Zsül, zenél? Tök jó. Miért? 7:15-kor jövünk. És szerintem simán lehetne. De tényleg? Hát az egyéni ajándékért, meg az egyéni győzelemért. Hát, ha valaki. Legyen ez. Jól van, drága hallgatók, amíg valaki agyonverne bennünket, és érzitek a péntek 13-át. Ha fér még oda, ahova a héten mentek a pofonok, akkor mindenképpen írjatok. Ha akartok még kapni oda, ahonnan ez jött, akkor írjatok nekünk SMS-t, jó? És hívjatok ki bennünket játékra, nyugodtan eltartoskodni, nem sértődünk meg, nyugodtan, tényleg idézőjelesen bántsatok meg minket, és hívjatok ki minél provokatívabb módon bennünket játékra. Jó, péntek 13, ettől senki ne tolja össze magát, túl lehet élni. Igazából, ha nem foglalkozol vele, nem lesz semmi. Nem? Uh-huh. Nem mondtad volna be, én nem is tudtam volna. Hát de ezért vagyok itt, hogy informáljak. Hát ez a dolgom. Uh-huh. Mit keres most? Ettől a Petőfi sztoritól erről már beszélni akarok, hogy még kell minden éve megtalálni ennek a nyomorútnak a sírját valahol máshol. Ennyi helyen járt? Hogy ennyi van belőle? Hogy 45-ször találják meg? Miért nem hagyják már békén? Meghalnék, és 150 éve keresnek, és havonta megtalálnának, már leszólnék, hogy hagyjatok már békén. Nem? Bárhol vagyok, de tényleg. Még mindig ássák Segesvár külterületét. De tényleg, komolyan mondom, most újra írja egy napilap. Nálam van Petőfi Sándor koponyája. Na, és bizonyítva is van. Nálam meg a kulcsontja, persze. Hát, és minden évben megtalálja valaki Petőfi sírját, nem? Ez hihetetlen. Segesvár, Barbuzin. Aha, mindenhol. De egyébként egy viszonylag nagy területen tudják keresni. Hát szétfújta a szél szegényt. Már később. Ja, igen. Tehát azért, mert most ott például ugye milyen érdekes, hogy csak a koponyája van. Hol a többi? Találták már őt Szibériában, mosti Szibériában. Itt, ott, már mindenhol megtalálják szegényt. Na jó. Mindegy, nálam meg Szendrei Júlia van, és elég jól érzi magát. Gondoskodtál róla, igen. 3 perc elmúlt, fél hét lehet jelentkezni játékra, mi pedig jövünk Ákos hírei után. A Klassz FM-en. 9 perc múlva pontosan 7 óra, és nem elfelejteni. Nem elfelejteni, hát ha valaki most ébredt, most kelt, és nem tudja, hogy... Nem mond, úgyse felejtették el. Péntek 13. Mindent tudtuk hallani. Bezonyám. Péntek 13. Mindannyian. Előbb-utóbb. Na gyerekek! Ajajajajaj. Nézzük, mi jó a helyzet az utakon. Hungária körúton a Salgótarjáni út után a külső sávban egy troli robbant le, már alakul a torlódás. Ezt Viki küldte. Nekünk, Viki drága vagy, köszönjük szépen. Miért nem írsz neki a feleségednek SMS-t? Mit köszöngeted a rádióban? Hát igen, most gondolod, nem ilyen rendes. Meg már erre engem. Jár ilyenkor. Hol van? Ugye? Hova megy? Hát, igen. M3-os a mezőkövezési kijárónál Pest felé pedig kamion a szalagkorlátnak ütközött, úgyhogy ott is menjen mindenki óvatosabb. Mi pedig játszunk, a hét utolsó játékosa már itt is van velünk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra.
Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló. Sziasztok, jó reggelt! Szia, hogy hívna? Sziasztok, Nóri vagyok. Nóri, hello Nóri, honnan hívtál minket, Nóri? Hello, Miskolcról. Nagyon kis vidám hangod van, még. Még. Hát már azért, mert péntek van, még azért, mert reggel van. Ó, de nagyon szépen mondtad. Ezt mivel foglalkozol? Jogászként tevékenykedek, de inkább irodai munkát végzek. Na várj, azt nem értem. Tehát, hogy tanul hogy? Valaki 100 évet azért, tehát, hogy jogász legyen, és aztán beül irodistának? Hát, jogi területen. Az a lényeg. Aha. Jó, de megvan a szakvizsgád, 3 évet bojtárkodtál, tehát megcsináltad az egészet, vagy csak jogi egyetem után, szakvizsgád nélkül? Igen, szakvizsgám, az márciusban kezdődik a felkészítésem, és elvileg május 31-re meg lesz. Aha, tehát akkor most telik le 3 év még az egyetem most, után. Most. Aha. Így van. Jól van. Oké, kivel szeretné játszani? Sebestyén Balázs úrral. Sose szólítottak még ilyen szépen. Ezt még sose mondták így nekem. Ez most kicsit jól esett. Hát nagyfejű a törpe, tudod, a mit tudom, olyan csúnya, de ilyen Sebestyén Balázs úrral. Ha legközelebb majd Sebestyén Balázs úrnak fognak nevezni, akkor nem fogsz neki annyira örülni. Álljon föl a bíróság előtt. Ott azért ne találkozzunk. Ott nem lenne jó, igen. Jól van, Nóra, Nóri, melyiket szereted? Nóri, igen, szigurban. A barátságosabb. Így van, szigurban. Így van. Ügyfeleknek Nóra. A Nóra az olyan hideg, igen. Igen, olyan barátok igen. Köztös, Nóra, igen. Jól van, oké, okay, Jani. De ott itt van fejön. Na, itt vagy? Haló? Haló? Hello, Balázs, természetesen, ha. Itt vagyok. Na, mesélj magadról egy kicsit. Milyen színű a szemed? Hát, világos barnának mondanám. És miért ilyen nagy a szád? Tessék? Miért ilyen nagy a szád? Mert szeretek beszélni. És miért ilyen nagy a füle? Jaj, ezek a keresztkérdések. Szeretnék kérdezni. Szeretnék kérdezni? Na, hajrá. Így, ahogy mondod. Figyelek. Hallottam az Annától. Annától? Így, ahogy mondod, hogy tegnap volt egy ilyen egészségnapos rendezvény Debrecenben. Debrecenben. Így volt. Így. Ott voltál esetleg? Sajnos Miskolcon kellett lennem, mert dolgoztam, meg egyéb elfoglaltságaim is voltak, de szeretnék tőled kérdezni olyan, hogy szerinted, hogy... Ezt már sose tudjuk meg! Mondjuk nem siettél nagyon. Szépen, nem értem. Most már menned kell haza, Balázs, de mégis megkérdez. Az a baj, hogy én szépen mindent felírtam magamnak előre. Az nagyjából éreztük ez a... Igen. Le nem veszem a szemem a papírról, és szép lassan olvasom, amit felírtam. Ha ezt most nem mondtad volna, rákérdeztem volna, hogy figyelj, Nóri, mondd meg nekem őszintén, az ajándékcsomagot ilyet papírról játszottál, és akkor mondhattam volna, hogy igen. Ezt én már a játék közben éreztem egyébként, hogy mindegy, mit kérdezek. Akinek nincs esze legyen, no, tesz-e, felírtam a hátuljára, úgyhogy minden itt van. Nézd meg, hogy pörög most. Picit már arra kezdtünk el gyarakodni, hogy a szignál alatt agyvérzést kaptál. Igen. Én azért mondom, hogy miért nagy a szár, nagy az orrod, a Piroska beszélt így a nagymamával. Majd gyakorlok. Figyelj, de nincs baj, a lényeg, hogy kihúztad, ügyes vagy, nem mondtad ki, és megvan az ajándékcsomag. Hát ez... Ezt mi nem vitatjuk el tőled, és nem is vesszük el tőled, bármilyen eszköz megengedett. Renditek, oké, okay. Jaj, de jó, köszönöm szépen. De milyen kis vidám vagy. Nem, nem most már, amikor azt mondod, hogy 2 év, 6 hónap. Nem. Volt már ilyenre példa, de nem. Ennyire nem volt vicces. Hát igen. Jó van, Nórikem, küldjük az ajándékcsomagot, ügyes vagy. Köszönöm, sziasztok. Ciao. Szia. Hello. Ügyes vagy, gyerekek, lassan játszott, kimérte játszott, nem lehetett kizökkenteni, de igazából. Mennyi? 3-2? Igen. 3-2? Mi hettünk ez is. De nehéz ez te. Olyan nővérkés volt. Sebestyén bácsi, most ezt a kis kanál pépet lenyeljük, és jön a beöntés, készítse a popsiát. Hasra fordulunk, és...
Ja, így van. Na, mi van akkor, ha az ember fordítva veszi fel a pulcsiját? Hagyja már úgy egész nap, szerencse, hogy címkekilók... Húha! Szerencsét hoz, de most ne viccel, de Jani, ja? Péntek 13-án dupla szerencse. Ha dupla szerencse, kifordítva vettem, ki van a címke, fordítva van. Mész komoly helyre? Mész ma komoly helyre? Tehát 11 nem hívnak komoly helyre se. Akkor mondjuk hagyd a francba, tök mindegy. Hát ha azt akarod, hogy belesápadjanak azok, akik értenek a divathoz, amikor meglátják a címkét, basszus, akkor hagyjam. Ez nekem nem jutott eszembe, milyen bátor! Mert egyébként az is lehet, hogy mindenki meglátja, aztán gyorsan visszaiszkol az irodájába, és fordítva veszi fel a saját cuccét, mert látják, hogy ez a trend. Láttátok? Láttátok a Balázs, hogy van fölötözködve? Basszus! Ez 2016, apám! Nem, 17! Igen, akkor így hagyom, mindegy. Uh-huh. Jól van, na jövünk vissza mindjárt, és arról beszélgetünk, hogy találtunk egy receptet, ami nyilván humor. Tehát ezt mi pontosan tudjuk, uh-huh, nyilván nem humor, azt mondja Laci, nem humor. Találtunk egy receptet, ami nem a humor kategóriába tartozik. És megkeresünk majd olyan szavakat, amit hallgatóink környezetében valaki rosszul használ. Ő sokat nevet ezen, vagy ő nem tudja a szó jelentését, vagy sokáig nem használja az illető megfelelően, nem használta megfelelően, és ez ugye az ő környezetében mókára adott okot. Vannak olyan emberek mindenki környezetében, akik úgy dobnak be teljesen magabiztosan idegen szavakat, hogy fogalmuk nincs a jelentéséről, rosszkor használják, rossz időben használják, nem odavaló az idegen szó, de mégis előszeretettel vagánykodnak azzal, hogy ők bizony ismernek idegen szavakat, mindenki tud ilyen embert, nem? Persze. Rosszul mondja, rosszkor mondja, nem odavaló az az idegen szó. És hát mégis bedobja. Na, ilyen embereket keresünk, mindenki írja meg, hogy mit használ rosszul, melyik idegen szónak nem tudja a jelentését, nem vagyunk tisztában a jelentésével, vagy nem használjuk megfelelően. Egy nagyon helyes kis receptet találtunk, beleolvasunk majd, hogy ez valójában mit jelenthet. Jó, ezzel jövünk a hírek után, egy perc múlva 7 óra, itt van Ákos, aztán jövünk Ákos után vissza. És most, hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt 12 perccel, jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónknak. Hello, drága hallgatóink, itt vagyunk péntek 13, ettől senki ne rémüljön meg, csak azért mondom, hogy fel tudjatok rá készülni, már Jani azt mondja, hogy ne ijeszgessek senkit, mert ha nem tudod, eszedbe se jut. De én meg úgy vagyok vele, hogy jobb, ha tudod, mert akkor talán óvatosabb vagy, és pont most olvastam egy statisztikát, hogy péntek 13-án sokkal kevesebb minden történik, mert az emberek annyira félnek péntek 13-ától, hogy tulajdonképpen azért nem történik semmi, mert mindenki óvatosabb, elővigyázatosabb és kevésbé nyomja a gázt, jobban körülnéz és visszafordul, mint amely a fekete macskát lát. Tehát statisztikailag kimutatható, hogy egyes országokban kevesebb baleset történik, kevesebb csonttörés, kevesebb mentőt hívnak március vagy péntek 13-án, vagy mindenki otthon marad, vagy mindenki annyira fél. Reális tehát alapja mondani, van neki? Tehát az valaki mondja már meg, hogy amíg te nem szóltál az embereknek, addig viszont több baleset volt? Érted? Hoppácska. Ugye azt ne felejtsük el, hogy ami az egyiknek öröm, az a másiknak üröm, mert hogy a gyógyászati segédeszközöket gyártó cégek számára ez egy fekete nap. Ez egy fekete nap, igen. Mert nem fogynak a termék. Nem, nincsen, nem fogynak a gipszek és a nem tudom mik. Nekik is éljük le valamiből. Járókeretek, igen. Hatos úton Érd és Budapest között az útszűkítésnél 30-as tábla, egy fehér autóból ráadásul. Mérnek. Így van. Ezt Beni küldte nekünk. Aztán azt nézem, hogy Zircen havazik. Nincs óvodába a gyerek? Tényleg az egész családoddal. Mi van? Már SMS-t is ír. Mindenki SMS-ezik. És mit kereszt csornán? SMS-t is ír. Zircen intenzíven havazik. Ezt Miklós küldte nekünk. Budapest második kerület lángokban áll a nagy rét. Tűzoltók kint vannak, mindenki figyeljen, Süni küldte nekünk. Mit a gyulladt fel, szakadó eső. Eső ráadásul. Fura. Derecske után a Csemete kertnél a 47-es főúton. Drága fotók készülnek. Üzente nekünk Pipesz, és 26-a számú főút Kazit Bart. A egészségedre ott állnak a zsernyákok, és villognak a vakuk. Ákos. Kösz. Küldte nekünk, így van, ott is mérnek. Ez a 26-os számú főút Kazincbarcika felé, Oktáviából egyébként követik el ellenünk ezt a szörnyű merényletet, hogy még mindig mérnek. Na! Ezt hogy? De tényleg. Ezt már megjegyeztem ma reggel az egyik népszerű heti magazin oldalán, pózol Gombos Edina. Miért kell nekem őt látnom mesztelenül? Ha lenéz rá. Mert szeretem. Hát erre mit vagy az ember? Hát most mit csináljunk? Ez a, ugye, hát ránéz a címlapra, és az útra eszedbe, hogy a szegény ember vógja. Mert hogy ugye...
Annak a magazinnak a címlapján sok hollywoodi filmsztár megmutatta már magát hosszú évekkel ezelőtt hasonló állapotban, hasonló áldott állapotban. Na, és akkor fölháborodtál rajta? Én nem vagyok, most messze vagyok a felháborodástól. Az nekem azért, hogy több kell, és felháborodjak. Hogy Demi Moore-nak elnézzük, vagy annak örülünk, hogy milyen szép a Demi Moore, a Gombos Edinának meg nem? Vajon? Szerintem itt egyszerűen csak arról van szó, hogy annyit van amúgy is ebben a magazinban, hogy ez egy kicsit olyan, nekik, mint egy családi fotóalbum. Az arra maguknak egyébként. Édesem, csináltam neked egy családi fotós sorozatot, igen, az egyik heti lapban. Nem tudom, hát a fene se tudja. Én se tenném ki magamat, vagy a feleségemet. Ez igaz, de nem tudom. Jó, hát figyeljetek. Nem tudom, hogy akarnám-e így látni a fikit, igen. Egy heti lap címlapján mesztelen. Szerintem nem, megmondom neked, nem. Nem akarnám. Jó, te mi hazai popsztároknak a melműtétjét is látjuk a magazinokban, vagy a melműtétje előtti állapotokat, amikor éppen felrajzolják rájuk a szaggatott vonalakat alkoholos filctollal, tehát hogy nem? Na, igen. Azt se akarom. De annak már tudod az okát, mert hogy ingyen műtét. Ennek meg még nem érzem. Tehát, hogy ezt szerintem annyira intím. Nem tudom, nem olvastam az interjút, lehet, hogy benne van a klinikának a neve. Ahol szülünk. Ne, semmilyen, egyébként nem, elolvastam, megnéztem a képeket. Egy belső oldalon szerintem semmi baj nincs vele, csak most ez így hirtelen a napilapok után így előhúztam, és így felordítottam. Ott van mesztelenül. Hát pillanatra meglepődtem, de semmit nem mutat, meg abszolút semmi durva nincs benne, tehát ennél azért már sokkal durvább dolgokat láttál, mit tudom én, egy napilap elején, amik voltak ugye mesztelenők, mert hogy már nincsenek, sajnos. De hogy csak így egy pillanatra meglepődtem, hogy olyan visszafogott volt eddig ez az újság, mesztelen nőket terhesen nem nagyon tett a címlapra. Uh-huh. Most pedig Gombos Edina van a címlapon. Uh-huh. Csak pillanatra ez így megütköztem rajta. De nincs ezzel baj. Szép terhes Edina, úgyhogy... Aki vállalja, hadd szóljon. Már hogy nyilván vállalja, hát a párja biztos vállalja. Vagy arra, Edinát vállalja? Hanem ezt, ja, hogy szó szerepel szó. Címoldalom. Na, egy érdekes recept járja be az internetet, ami nyilván félig meddig kamú, minden évben egyszer előkerül, és nekünk témaindítónak viszont nagyon jó, hiszen rengeteg olyan ember van a mi környezetünkben is egyébként, akik ugye teljesen nagy megnyugvással használnak úgy idegen szavakat, hogy egész egyszer rosszkor használják, rosszul használják, és nem jó helyen használják. Ugye mindenki ismeri ilyen embert. Miért használsz sokszor idegen szót? Okosabbnak akarsz tűnni, tájékozottabbnak akarsz tűnni, bedobsz oda valamit, és azt gondolod, hogy ez úgy emel rajtad egy kicsit. Nem? Sokszor ezt használja az ember, vagy nem jut eszedbe a magyar megfelelője, ha idegen szót használsz, nincs ezzel baj. De hát sokan ezt rosszul használják. Hát a gazdasági recepció idején nagyon sokan széresre tárták a palettát. Na jó, de ez semmi eredetit nem mondtál, ez egy teljesen exaltált tény. Igen. Na, de nézzük először a receptet, aztán belemegyünk az idegen szavak rosszul használatába, rossz helyen, mert hogy van egy nagyon helyes recept, ami állítólag egyébként nem kamu, ennek megvan a magyar megfelelője. Próbáljuk megfejteni, hogy melyik mit jelent. A recept nagyon jó. Ugye úgy szól, hogy tüttyölt ratli, ez egy magyar étel. Én elolvastam tegnap, nekem nagyon tetszett. Tüttyölt ratli, magyar étel. Mi kell hozzá, ha te el akarod ezt az ételt készíteni? 1,5 kiló nyers ratli, egy jókora pecse, 2 csobolyó gönyézde. De pöcörgősi. Ha lehet pöcörgősi, és 3 csipet ciháta. Uh-huh. Tehát ezt kell beszerezned, ha meg akarod csinálni a tüttyölt ratlit. És hát ugye hogy néz ki az elkészítése? Nagyon egyszerű egyébként. Az úgy néz ki, hogy a nyers ratlit fertály órát posvásztjuk. Aha. Ezzel indulunk, míg csurmót nem enged. Aha, ki kell, hogy jöjjön a csurmó, nem kell bele. Csurmót nem enged. Szépen hőjén kipicskázzuk, a nyesedékből pedig apró csulmákat gyúrunk, ezek kerülnek a koshatba. Nagyon szeretem. Ezek a húst és a csulmákat nagyon szeretem. Ezek kerülnek a koshatba. Közben a pocadékot megpecsentjük, a ratlit pedig hagyjuk slottyanni. Tüttyölni csak akkor kezdjük, ha már jó, vatyálós. Nagyon, nagyon beteg. A pesét lesolyvasztjuk, aztán már csak töttyengetjük, mert hamar oda kaphat, ahova nem szeretnénk. Jó étvágyat. Na, hát próbáljuk megfejteni, mi ez a tüttyölt ratyli? Mit ismerünk belőle? Hát az igény ott a világon semmit. Ratyli. Tüttyölt ratyli. Mi lehet Krumpli. Ennek? Mi lehet ennek a magyar megfelelője? Ratyli. Ratyli az krumpli. Szerintem az. Krumpli lehet? Aha. Ratyli. Hát, basszus. Tüttyölt ratyli. Hop-hop.
Ez már a rajtli miatt van? Ez már a pecsé. Vagy ez a pese. Gyerekes. Még szerencs, hogy ez pöcörgősi. Kiveszek az orromba 3 csipet cihátát. De ahogy látom, a zsebkendőt kijött belőle 2 csobolyó gőnyészde is. Ajajajajajajajaj. Ezt a zsebkendőt fertáróját kell, fertáj órát kell posvásztanom majd. Na, szóval ugye a rajtli az a krumpli? Szerintem krumpli. Kíró nyers rajtli. 1,5 kiló már csak a mennyiség is, tehát sok kell belőle. Egy jókora pese. Mi a pese? Hagyma. Hagyma. Hagyma, hagyma. 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 2 csobolyó gönyészde. Gönyészde. 2 csobolyó gönyészde. Sír. Ha lehet pöcörgősi, 3 csipet ciháta. Só. Hát a ciháta 3 csipet, igen. 3 csipet só, és akkor ez a hagymás tört krumpli. Így van, tehát a nyers, ratlit, fertály, órát posvásztjuk. Ez az. Mit jelent? Főzzük. Míg csurmót nem enged. Na, itt vagyok meglőve. Mi a csurmó? Csurmót nem enged. De ez nagyon jól hangzik egyébként. Hőjén kipicskázzuk. Várja, a csurmót enged, az levet enged? Hát valószínűleg van, hogy levet, akkor nem főzzük, mert hogy az lébe van. És azt nem fogod észrevenni a csurmót, érted? Mire kijön a csurmó, azt nem látod, hiszen vízben főzött. Tehát nem főzzük. Hőjén kipicskázzuk. Melegen, a hőjén... Melegen a kipicskázni, melegen megpucoljuk? Hát, basszus. Ne? Az a baj, hogy annyira rá vagyok tekeredve a krumplira arra, hogy miatt. Igen, vagy most hogy... ezt bedobtad, innentől kezdve igen. Állandóan azt keresed, hogy mire vonatkozhat a krumplival kapcsolatban. Jó, mindegy, nem is kell ezt végig megfejtenünk egyébként, mert baromi nehéz. Nyilván minden szónak megvan a maga megfelelője. Ne felejtsétek el, ha a pesét lesolyvasztani majd. Jó, a recept végét. Most hát már mondd meg, hogy mi az Isten. Nem tudom, én direkt nem néztem meg, megvan ennek a magyar megfelelője, nem néztem, hát nem tudom. És tehát nagyon fontos, hogy azért ne ilyen ordinári nagy állat csulmákot, egészen apró csulmákokat kell gyúrni. Igen, nagyon pici csulmákokat kell gyúrni, így van. A jó vatyálós. Jó vatyálós. De ennek megvan egy magyar megfelelője. Ezt Laci kinyomtatja. Csak akkor most senki ne halljon meg hülyén egyébként. Igen, van, most már tényleg idegesítő. Ez pontosan mit jelent? Azt mondja, hogy ez a fordítás? Azt mondja, hogy a nyers lacit fertály órát posvasztjuk, míg csurmót nem enged, az a krumplit megfőzzük és összetörjük. Yes! Akkor mégis krumpli. Halló. Ez krumpli. Ez krumpli, tejföl, sonka, sajt, zsír, só. Ezek kellenek és hozzá. Van ilyen étel? Van ilyen étel egyébként. Igen, ez a tüttyölt ratyli. Aha. Igen. Na, és ugye ez csak nekünk témaindító egyébként, vicces maga a recept, de nem ezzel akarunk hosszú távon foglalkozni, sokkal inkább azon emberekkel, akik rossz helyen, vagy ahogy Rubin Réka mostanában mondja, jókor voltam jó időben. Konkrétan hallottam, jókor voltam jó időben. De egyébként meg jó a mondat. Igen. Hát nem. Nem tudsz máshol lenni, csak jó időben. Mondj nekem, mondj nekem más. Jókor voltam jó időben, sütött az nap. Én nem így hallottam, de hogy lehet is mondani. Jó idő volt a Margit szigeten, jókor voltam jó időben. Miért jó helyen rosszkor lehet lenni például? Igen, jókor voltam rossz helyen. Hogy kik azok a környezetünkben, és ezt már hallgatóinktól is kérdezzük, akik idegen szavakat használnak rosszul. Hát azt nagyon szórakoztató tud lenni, mindenkinek van legalább egy rokona, kollégája, aki ezeket a szavakat rosszul használja, nem? Számtalan ilyen van, már az előbb mi elkezdtük sorolni a Jánossal, szerintem van még belőle. Hát én mindig azon gondolkozom, hogy a nem hallod elégszer? Vagy mi az oka, hogy nem tudod kijavítani? Összecsengerek nagyon. Lükvert. Hát az hallottad így? Hányszor hallottad a lükvert? Lükvert? Igen, lükvert. De tudod mi van? Szerintem ott az van, hogy ez egyszerűbb. Tehát, hogy a nyelvileg egyszerű. Ez igaz. Tehát, hogy de nem formálod meg az R betűt, hanem azt mondod, hogy lükverc. Igen, azért a lükvercnél sem kétségbe olyan nagyon. Igaz. Ez ugye én értelek, hogy egyszerűbb, de... Igen, hogy lustaságból az ember ezt mondja, hogy lükverc. Lükverc. Lükvercbe teszem a kocsit. Na, neked van ilyen? Kaukció. Kaukció. Ledegradál például. Az most nem ledegradál, degradál. Tehát nincs olyan, hogy ledegradál. Igen. Pedig hányan használják egyébként így, nem? Hogy ledegradál. És akkor nem jó az a teljesen helytelen? Nem, hát semmi értelme nincsen. Érted? Hát az kétszeresen. Uh-huh. Na, az nagyon így degradál, van. A ledegradál. Tényleg. Lelehúz. Amikor azt mondod, hogy invitálsz, akkor ugye meghívsz valakit. Ha meginvitálsz, akkor meghívsz. Meghívom.
Nagyon akarom, hogy gyere, meginvitállak. Meg meghívlak. Időnként invitállak, vagyis meginvitállak. Meghívlak. Na. És ha én meghívtam a Ferit, akkor azt hogy mondom, hogy az invitálással? Meginvitáltam, ugye? Nem, mert akkor meginvitáltam. Na de hogy mondom? Meghívtak. Akkor invitáltam. Invitáltam. Ferit invitáltam hozzánk? Igen. És ha ülsz a vonaton, és félsz attól, hogy a vonat kisiklik, és felüvöltesz, és azt mondod, hogy jaj, csak nehogy, akkor hogy mondod? Na? Jaj, csak nehogy? Ez a mondat erre, jaj, csak nehogy, ki? Sikoljon a vonat. Ugye? Na, az hogy van például? Figyeljetek. Tehát azt mondod, hogy jaj, csak nehogy. Igen. Kisikljunk. Jaj, csak nehogy, vigyázzunk, nehogy kisikoljon. Tehát az hogy az nem, az nem, de nincs magyar megfelelője. Nem? Gyerekkorom volt ezzel kisikoljon. És ugye nehogy kisikoljon a vonat. És hogyha jön a kalauz, és nem vagy benne biztos, hogy ő a kalauz, akkor, és megkérdezett tőle azt, hogy nem, de bár ön a kalauz, akkor mi a büdös francot kérdezte? De bár. Nem, de bár. Egyetlen mi az, hogy nem, de bár. Nem, de bár. Arra tehát, hogy mondod, hogy de bár. Akkor a három különböző variációt belepakoltad? Nem, de bár. Érted? Tehát igen, nem, talán? Igen, bizonytalan vagy benne, azért kérdezed így. És erre az a válasz, hogy de bár én vagyok. Én vagyok a vagy nem, nem bár, arra nem kíváncsi, hogy én vagyok a igen. Igen. Azt írja Kavics, hogy főnököm nézett rám a múltkor, amikor béremelést kértem, ő ezt a szót nem ismerte. Igen, köszönjük szépen. Na nézzük egy-két SMS-t, hogy hallgatóink milyen szavakat használnak rosszul. Ezzel mindig öröm foglalkozni, egyébként mindig találunk újakat. Egy asszony éppen mellettem áldogált, az induló buszra nagy sohajjal szállt fel, és azt mondta, hú, de nagy peckem van. De nem mutatta meg valójában nyilván, hogy de ott mire gondolt? Pekjem. De elérte a busz, nem? Hát csak mondott valamit, hogy futott, vagy sokat kellett futnia, vagy nem tudom. Peckem van, és még a buszt is elérte. Igen, Zsenek a Józsi úgy örül, hogy ekkora peckem van, igen. Én egyszer mérgemben azt mondom a férjemnek, jó, akkor levonom belőle az egzisztenciát. Ezt Andi küldte nekünk. Okay. Azt is egyébként nagyon sokan rosszul. Nagyon sokan rosszul használják, igen. Idióta anyósom, mert szépen indul az SMS. Uh-huh. Nagy a szereted. Kreatív helyett mindig kreatint mond. Ezerszer szóltunk már neki, hogy ne erőltesse, de szegénykém annyira buta. Persze nem írt alá az SMS-t, igen. Egyik ismerősöm dicsekedett, nem hittem a fülemnek, a fiam summa cummarum végezte el az egyetemet. Jó, summa cummarum. Summa cummarummal végezte az egyetemet, ezt Ági küldte nekünk. A kollégám csak annyit mondott, no comment helyett, no document. Nem volt meg a papír. Ja, igen. Egyszer egyik ismerősöm jegyezte meg, hát igen. Az egyetem nem egy sétagalamb. Sétagalopra gondolt, nyilván ír egy hallgató. Én a rendhagyóra hittem évekig, hogy szokványos, apám a spektrumot ejti spektrumnak. Spektrumnak. Spektrum. Spektrumnak, igen. Ha rászólok, akkor spektrum. Még egy próbálkozás van benne. Igen. Apuka. Gyűjtöm a nyelvi hülyeségeket, írja nekünk egy hallgató. Rengeteg van a jól szaturált úriembertől kezdve. Nagyon sok mindent leírni sok lenne, írja nekünk egy hallgató. Akkor nem vagy diklexiás. Ezt is hallottam. Igen. Kedves volt kollégám, a hentes üzletben magabiztosan jelentette ki minden egyes alkalommal, ha vevők rákérdeztek, hogy természetesen elfogadjuk a kataférját. Nem esett leírtam, de megvan a kataféria. Természetesen elfogadjuk a katafériát. Hogyne? Kataférjával abszolút lehet nálunk fizetve. Igen, ez mindig jó. Informatikai ügyfélszolgálatot dolgozom. Van egy ügyfél, aki az Outlook helyett mindig kutlokot mond, vagy a Doner helyett tunert rendel. Tuner. Ezt beaküldte nekünk, igen. Barátnőm autista helyett állandóan ateistát mond, ex-apósom szerint pedig a szituáció, a szituláció. Igen, ezt sokan használják. Szituációnak. Esküszöm, én is hallottam. Hogy ez egy kemény szituáció? Kemény szituációba álltunk bele. Szituáció. Szituáció. Hát a szituáció. Soha nem hallottam, igen. Igen. Nincs mindenkinek ilyen, és ismerőse, tele vagyok szteroidokkal, tudjátok. Előítéletekkel, ez Zoli küldte nekünk. Késtem pár percet egy találkozóról, elnézést kértem, erre a pasi teljesen hétköznapi arccal azt mondta, ugyan, ne exhumáld magad. De a világért sem, igen. A világért sem exhumáld magad. A világért sem. Nem. Ne idegeskedj, ne exhumáld magad. Semmi, mert lebontsátok fel a síratokat.
Mari írja nekünk, hogy a saját fülével hallott egy kiránduláson, megérkeztek, lepakoltak, és azt mondta, azt hallotta, ez egy nagyon szép üdülőkomplexus. Azért az nagyon nagy. Ezeltest ki. Járjuk körbe ezt a nagyon szép üdülőkomplexust, és nézzünk körbe. Igen. Agrár Egyetemen voltunk telepszemlém. A telepvezető büszkén mondta a silómaró gépnél, hogy horribális összeg volt. Horribális. Hogy ez horribális összeg volt, ez keton. Horribális összeg volt, mivel ez keton küldte nekünk, igen. Amikor elviszünk mamát valahova a kocsival, mindig megköszöni a fuhart. Mindig szól neki a párom, hogy mama nem fuhar, hanem fuvar. Az felénk is úgy mondják. Lebeszélhetetlen. Fuhar. Fuharba vagyok, persze. Igen. Volt kolléganőm, egy borzasztóan okos, idézőjelben okos öreglán, a billentyűzetet következetesen és mély meggyőződéssel konjunktúrának hívta. A hasonlít. A gyerekek, ezek nagyon szellemesek. Megcsipszeltetétek a kutyátokat? Azt is sokan mondjuk. A szomszédnéni mondta, a saját fülemmel hallottam, mondtam a Lacinak, hogy le kéne nyírni a füvet, de semmi erekció nem volt. Ó. Oh. Hát nem szeret annyira füvet. Laci nem indult be a fügyére, se gondolom, reakciót akart mondani, írja egy hallgató. A másik, szintén a szomszédnénitől, nagyon helyes, nem eszek meg akármit, elég fitymás vagyok. Örülünk neki. Jó, gyerekek, hát a legtöbb férfi fitymás egyébként. Hát, nem, nagyon, a férfiak nagyon válogatósak. Mindegyik fitymás, tisztelet a kivételnek. Persze van, aki nem. Ja, gyerekek, hát nagyon-nagyon-nagyon jó SMS-ek vannak. Ez mindig egy ilyen örök érvényű téma, amit bármikor be lehet dobni, ha látunk egyet-kettőt, mert nagyon jók vannak, igen. Pszichológus. Ja, köszönetem. Pszichológus. Igen. Apám Audi helyett Odit mond, mindig nem tudja rendesen kimondani, illetve egyszer a tévében mondta valaki a kuriózum helyett, hogy kurúzium. 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 Hát ez komoly kurúzium. Így van, írja nekünk egy hallgató. Azt mondja, hogy ezt is hallottam, az egyik orvosgyakornok megkérdezte a másiktól, te meddig leszel a klinikán rezisztens? Írja nekünk valaki, ki nem írtál el, köszönjük szépen. Aztán... Azt mondja, hogy... Hát ebbe, a többet egyelőre nem látom. Nem látok jobb. Ez a konditeremen történt velem, kigyúrt fiú, odalépett a pulthoz, majd a következőt mondta teljes mély átéléssel, meggyőződéssel, kérek egy izotópiás energiát. Óriás. Adtak vajon? Kérek egy izotópiás energiát. Aztán pedig sugárzó arccal elsétál. Ja, Istenem, igen. Na jó van, oké, köszönjük szépen, majd még nézzünk pár SMS-t. Jó, csak hírezünk picit, keresünk olyan rokonokat, szomszédokat, kollégákat leginkább, vagy barátokat, akik hát mély meggyőződéssel és hittel használnak rosszkor, rossz helyen, vagy rossz időben idegen szavakat, és közben nem is tudják, hogy rosszul mondják. 7:30 pontosan 2 perccel, közben már Ruben bácsira is lehet jelentkezni. Természetesen, ha valaki velünk játszana, akkor írjon SMS, mi pedig jövünk Ákos hírei után. 3:48 lesz. Pontosan 1 perc múlva, jó reggelt kívánunk mindenkinek. M0-ás speciális felüljáró Pest felé van egy baleset a külső sávban. Ezt Petra küldte nekünk, mindenki vigyázzon. Köszönjük szépen. Egyébként rendben van minden, annak ellenére, hogy péntek 13. Hát, hogy éppen ezért, ahogy az előbb definiáltad a dolgot. Igen, lehet, hogy ezért van minden rendben, igen. M3-ason a 128-as kilométernél nem várható torlódás, hatóságok a helyszínen, de semmi fennakadás nincs Budapest irányában. Csevi üzente nekünk, mi pedig azzal az örök érvényű témával foglalkozunk, mivel körülbelül már egy éve foglalkozunk, de mindig nagyon szeretjük. Újra bejárta egy olyan recept az internetet és a Facebook közösséget, ahol talán, ha egy-két szót értesz belőle, az már jó. Ugye régi, népies nyelven van leírva a rakott krumpli, vagy a hagymás krumpli, a tücsölt ratli, és megpróbáltuk megfejteni, hogy melyik szó mit jelent, és kértük a hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk olyan emberekről a környezetükben, akik ugye hát tulajdonképpen rossz helyen, rossz időben, van ilyen is, ugye, ahogy megtudtuk, használnak idegen szavakat olyan nagy és mély meggyőződés, hogy észre sem veszik, hogy ők azt rosszul használják. Hát, hogy igazából kiderült, mindenkinek van ilyen ismerőse. Szomszéd, rokon, barát, kolléga. Kitűzitek most 15-én a petárdát? Abszolút. Hogy ne? Hát mindenki tűzön ki a petárdát. Hát az nagyon fontos. Március 15 ki kell tűzni a petárdát. Az nagyon fontos, igen. Azt mondja, hogy...
Hallottam valakitől, aki nagy büszkén mesélte, hogy a fia most írja a dezertációját. Ezt István küldte nekünk, hát azért kell tanítatni a gyereket, hát, hogy okos legyen neki egy dezertációja. Legyen egy dezertációja, igen. Nekem a kedvencem egy újsághirdetés, amelyben egy szolgáltatás hirdetésekor úgy akarta felülmúlni a többi hasonló vállalkozott emberünk, hogy ő az antidugulás elhárítás. Várjál, antidugulás elhárítás. Igen, ez ugye a dugulás elhárítás ellentéte, vagyis dugulást csinál. Írja Karim, de ő volt az antidugulás elhárítás, hogy kitűnjön a többi közül. Anyukám várta a kábel TV bekötőket, mikor megkérdezték tőle, hogy kérünk-e HBO-t, azt válaszolta, azt nem tudom, de a férjem azt mondta, hogy HBO-t nem kérjük. Ezután 5 perc hangos nevetés írja egy hallgató. Mosolygós reggelt egy hölgytől hallottam sétaközben, hogy mondott valamit, és aztán azt mondta, most lépte át a demokráciás vonalat. Majd megpróbált helyesbíteni, és azt mondta, hogy most lépte át a demokrációs vonalat. És utána dobott rá még lapot, és elmondta, hogy most lépte át a dekorációs vonalat. Kriszta küldte nekünk, igen. Köszönjük szépen. Szomszédom hangosan egyik napon következőt mondta. Ez az ember engem úgy imitál, hogy rendesen allergiás vagyok rá. Nyilván másra gondolt, igen. Aztán... nagymamám kérdezte a páromtól, hogy vegeta-e. Szingli helyett folyamatosan szindit mond, és ezeket sokszor hallom, van más is, csak az beolvashatatlan. Ezt András küldte nekünk. Azt mondja, hogy bankban dolgozom, a PayPass-os kártya helyett sokan bypass-os kártyát szeretnének kapni. Azt ne akarjatok. Ez nem András. Annyira jó. Azért, amikor odamész, egy bypass-os kártyát kérek. Nem akarok hozzáérinteni, lehúzni. Csak pillanat. Mivel fizetnél? Bypass-szal fizetek. András küldte nekünk. Bypass jövelt? Nem, még én néhány évig nem gondolok a véget. Ügyfélszolgálaton dolgoztam, kellett egy meghatalmazás az ügylethez, mire a néni azt mondta, aranyom, ebben a férjem az impotens. De őszinte a mama. Nagyon cuki. Igen, mást akart mondani, de érthető, hogy a néni mire gondolt, csak nem biztos, hogy az impotens a jó szó, bár ebben a formában is szerethető, igen. A volt főnököm értekezleteken rendszeresen használta a le kell vonni a konfúziót. És a visszaverza kifejezéseket. A visszaverza kifejezéseket, nagyon szerettük. Katonasságnál a százados mondta az épületfelújításnál a következőt. Vigyázzanak a folyosón, mert veszélyes szubjektumok vannak a földön, szanaszét. Laci, voltam rá, elküldte nekünk, köszönjük szépen. Gyerekek, a veszélyes szubjektumok azért azok tényleg veszélyes. Nem tudom, mi az ott, kinek mi. Ez ezt jelenti. Szubjektum. Egy veszélyes szubjektum. Te ennek gondolod? Én annak gondolom, igen. A üzlettársam késett, indoklásként csak annyit mondott. Bocs, likvidálási gondjaim voltak. Péter küldte nekünk. Igen. Olyankor megölöd az ellenfeledet? Igen, komoly mellékállása. Az anyósom szerint piszuárt ültettek a szívébe. Piszuárt ültettek a szívébe. Ezt végigküldte nekünk. A tévében rendszeresen mondják az influenzát helyett, hogy influenza. Influenza. Én még nem hallottam. Engem az is könnyítő. Zavar. Ők azért használják így a tévében, mert hogy úgy tudják, hogy nagyon sokan használják így, és így ismerik. Igen. Barátnőm megpróbált minket egy csendre utasítani, és azt mondta, most már diszkontáljuk magunkat. Hát azért ezek nagyon szórakoztatók, igen. Volt egy okoskodó irodavezetőm, a rossz számlára szó nélkül csak annyit mondott, hogy nem le kell sztornozni, hanem le kell szortírozni. Szép. A cimborán paradicsomleves koktélt szeretett volna inni, majd fapofával kért egy Vlagyimérit. Vlagyimérit. Nagyon jó. Hát figyelj, tanult oroszul annak idején, megmaradt 8 év, ezért nem, Vlagyimérit. Ilyen csodákat én is hallok budapesti szórakozók. Elmész, és beállsz, meséltem, és beemeléd a kislány, és én nagyon komoly arccal két long islandet kérek. Mit kérsz, kicsim? Két long islandet. Már adom is. Jó, hát van a Long Island, van a Long Island, de igazából mindegy. A pincér értette, és adta a Long Islandet. Hát abban a formában. Islandot se úgy mondod, hogy Island, érted magát az a Island, tehát akkor Long Island. Egyébként. Long Islandot kérek, igen, nagyon szenzációs volt. Na jó van, hát szerettük ezeket, köszönjük az SMS-eket. Igen, van még egy-két jó, de elég volt. Reni, már itt is van, akivel játszunk, Owen bácsi és Beru néni rájuk nyithat. Reni, aki már itt is van. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvén. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai.
Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hello, Reni! Honnan hívtál minket, Reni? Szerencsről telefonáltam. Szerencs, gyönyörű. Szerencs. Ugye nagyon tudod, hogy szuterén jogod a hosszabb verziót kérni a dalból majd később. Persze, tudom. Feri, hagyd már, ne provokáld már magad, komolyan megőrülök. De tényleg. Na, mit csinálsz ott Szerencsen? Dolgozom, mit gyógytornászként. Dolgozol? Gyógytornászként dolgozol. Hát ez egy nagyon szép, szép hivatás. Szereted? Nagyon szeretem, igen. De mondom azért, te is hallasz érdekes szavakat, nem? Amikor így valaki rosszul használ egy szót rossz helyen. Igen, volt szerencsém egy pár ilyen szót hallani már, úgyhogy hát az egyik ilyen a TBC-cső, a PVC-cső helyett. Hozd a TBC-csővel? Abból nehogy baj legyen. A TBC-cső nagyon szörnyű dolgokra képes, igen. 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 Mennyi dolgozol egy nap, hány órán keresztül gyógytornászkodsz? Hát olyan 6 óra, 8 óra. 6-8 óra. Az kemény lesz. Hát ugye nekünk papírmunkát is végezni kell, tehát nem csak a betegekkel foglalkozni, mellette még ugye van a sok adminisztráció. És te az a fajta gyógytornász van, aki mozgatja, tehát mint én egy rossz láb esetén meg kell fognod, vagy pedig csak megmutatod a gyakorlatot, és ők nem, utána... Nem, ő csak befogja a száját, amikor siki. Igen. Ő távgyógyít. Ül egy fotelben, és nézi, ahogy próbálnak a bordásfalnál fölállni. Nem, hát a gyógytornásznak meg is kell fognia, hozzá is kell nyúlni a beteghez, de ugyanúgy el is kell mondani a feladatot, tehát ezt nem lehet külön választani. Ismersz más típusú gyógytornászt is, Feri? Aki egy fotelban ül, mire gondoltál? Nem, hanem hogy csak mutat. Nem tudom, nem voltam még gyógytornásznál. Hát, ne haragudjatok, hogy 45 évesen nem jutottam el odáig. Feri, még el, ami késik, nem múlik. Meg, majd menni fog, akkor tudni fogom. Ennyi. De akkor azt mondod, hogy nem csak papírmunkát végzel, hanem van a betegekkel közvetlen kontraktus is. Persze, van. Jó, na hagyjuk abba a gyerekek, ez kezd fárasztó lenni. Igen. Reni, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, jó? Figyelj. Hát, ez már a koncert. Nem rossz, csak kortás. Mutatjuk, mit érdekelnek, figyelj. Na, 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 na. Hú. Kérhetném még egyszer, persze, mert ebből mutatjuk. Még nem derült ki. Na, 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 na. Hogyan tudnék élni nélküled? Ó, de szép! Ó, gyerekek. Hát, ha közelebbről ismernél, tudnád, hogy sehogy. Ez egy szép szám. Ez egy szép dal. Ez egy szép dal. Lakodalomban hogyan bírnák élni nélküled? De hát ez egy tényleg jó kis dal. Jó van, Reni, köszi a játékot, vigyázz magadra, jó munkát, küldjük az elnök magad. Ciao. Sziasztok. Szia. Hello. Milyen típusú italhoz írta? Meg sem hallottam ezt a kijelentést. Végre egyszer, nem, én leszek címlapon a hangi egyezés miatt, mondom, hogy János mondta, keressétek őt. 10 óra után, 5 perc, pontosan 8 óra, jönnek a legfrissebb hírek Ákostól, mi pedig jövünk Ákos hírei után. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 8 óra múlt 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani, hello, Feri. Sziasztok, jó reggel. Sziasztok, jó vagytok. Mi van veletek? Hi. Gyerekek, sose késő felnőni. Nem. Majd még ráérünk. Másfél-két millió ember elégy beülünk minden reggel, és úgy viselkedünk, mint a 8 évesek, de ez nagyon jó. Jó, ráérünk még ezzel a projektorra. Tényleg komolyan mondom, igen. Én is fölöslegesen provokálom itt magam, minden reggel annyira rossz arcok vagytok, hogy nem éri meg egyszerűen, tényleg minden belerakok itt. Minden reggel provokálom magam, de nem vagytok jók. Ha gyerekek, szeretik a perecet? Sósat, jó. Aki lesz, annak lesz, aki nem lesz, ilyes lesz. Aki lesz, aki vesz. Én így is vettem, nem mindegy. De... Aj, gyerekek. Trafi mezőberény és Körös Tarcsa között rendőrautóból mérnek Csinki Boy üzente nekünk. Köszönjük szépen. Te jó ég, most kaptam meg a hírlevelet, hogy jövő héten előadást tartasz a főiskolámon, Balázs. Mi van vele? Turnéban vagy? Tegnap Debrecen, jövő héten főiskola.
Most mit csináljak? Hívnak gyerekek? Jó vagy, hát de őszinte leszel. Gyersz. Úgy ismersz, mint aki. Aki költőfalazik. Most is úgy kezdett, hogy tök fölöslegesen diplomáztok le? Figyelj, meghívott a Máté Kriszta az osztályába, Színház és Filmészeti Egyetem. Nagyon jó. Hát azt emlékszem, amikor egyszerűen emlékszem. Őszintén mondom el a véleményemet. Szevasztok, tök fölöslegesen csináltok az egészet, nincs hely a szakmában. Ezért kérdeztem, hogy őszinte leszel-e. Én mindig őszinte. Sziasztok, üdvözlök Máté... mindenkit itt a kidobott pénz szakon. Látok, vissza majdnem leesett a székről. Nagyon helyesek vagytok, teljesen értelmetlen, amit csináltok. Úgyse fogják fölvenni semmelyikőtöket. Ha szeretitek a szereposztó divány, tessék hozzászokni a gondolathoz. 20-an vagytok, abból egynek lesz munkája. 19-et ingyen dolgoztatnak egy évig, utána kirúgják, felvesznek újat, aki megint egy évig ingyen dolgozik. Van kérdés? Nincs? Na, szevasz. Így ült 20 gyerek. És 20 gyerek így ült. Nem? Ezek ilyen egy-másfél órás egyébként. Nagyon jó hangulatú előadások. Nem is előadás, ezek inkább ilyen moderátor vezeti a beszélgetést, csak lehet kérdezni. Tehát amilyen kommunikációs szak, amik van. Ahogy hallom, addig most tudnak még ők kérdezni, hogy végülis mi történik, mit csináljanak, hogy lehet bekerülni. Érdekel, szoktam ezeket szeretni. Én nagyon őszinte vagyok pályatársakról. Nem mondjatok soha nevet a szereposztó díványra, nem azért, mert lesz így munkátok, legalább lesz szex az életetek. Igen, valaki le akar veled feküdni, hagyd magad, előbb odaérsz. Ezt szoktam nekik mondani. Nem, érdekes, igen, jövő héten kedden megyek. Hát most Budapest. Hívnak gyerekek. Hihetetlen. Eleget kell tennem minden felkérésnek, mennem kell. Egy kanizsai meghívásra várunk, az közel van. Kis tarcsa, biatorbát. Mondanék nemet kiéhezett főiskolásoknak, előadásoknak. Hogy mondanál? Most tudásirigy vagy te? Vidéki nagyvárosoknak. Hát nem irigy vagyok én a gondolataimra? Nem. Kíváncsi vagyok mások a gondolataimra? Nem. Ennek ellenére elmegyek? Igen. Hát, ez a dolog ilyen egyszerű. Én is irigyeltem soha senkitől semmit, amim nem volt. Ez a beszéd, így kell ezt csinálni. Jövő hétkedden ott vagyok. Na de. Csak hogy valakit már pozitív szavakkal is illessünk, annyit egésztük mi a MÁV-ot, gyerekek, és annyi rosszat mondunk róla, illetve pontosabban nem is hogy rosszat. Hogy ma velük nem foglalkozunk. Hogy, igen, hogy ma megint nem mondjuk és a szolnoki gyors másfél órát. Nem, egy nagyon jó dologgal rukkoltak elő, és abszolút nem veszem ezt annak, hogy lenyúlták azt az ötletet, amit egy éve javasoltam nekik. De hogy megcsinálták azt a bizonyos alkalmazást, amiről mi már egy évvel ezelőtt beszéltünk, ez egy ingyenes alkalmazás, egy olyan alkalmazás, amelyben a járatokról tényleg, és itt a ténylegen van a hangsúly, tényleg mindent meg lehet tudni. Én a hangsúlyozásból éreztem, hogy a ténylegen van a hangsúly. Ugye? Aha, de tényleg éreztem. Még annál is többen. Annál is? Rossz az, aki rosszra gondol, Feri. Ezt te csak így hallottad. Ezt te csak így hallottad. Ahogy csetelhetsz az utasokkal, csetelhetsz a személyzettel, megnézheted, hogy a vonatod mennyit késik, különböző szolgáltatásokat vehetsz igénybe, miszerint ha kerékpárt szállítasz, bejelentkezhetsz rá, magasabb kocsi osztályra átcsekkolhatsz, átszállás nélküli járatokat kereshetsz, látod, hogy hol van az adott vonat, amire te vársz, melyik perorról indul, térképes ikont választ, a valós időben láthatod, hogy hol van a te vonatod, nem kell most már órákat állnod a peronon és várni a váci. És mindezt a saját 3G-mmel. Hát ez egy jó kérdés, hogy ez most ugye a MÁV szolgáltat ehhez wifi-t, vagy neked van 3G, de a legtöbb telefonon van 3G, csak bizonyos adatforgalomig használsz 3G-t. De van wifi a vonaton. Van egyébként wifi. Amikor én jöttem Siófok felől, ott akkor volt. Igen. Én ezt a nyáron volt. Értékelheted az utazást, elmondhatod, hogy tetszette az adott járat, mennyire volt tiszta, mennyire nem volt tiszta, maximum 5 csillaggal, a MÁV ebből tudja, hogy még melyik vonalat kell egy kicsit fejleszteni, szöveges üzeneteket is adhat. Kultúrát formában nyilván, tehát azért nem írhatunk be bármit. És a MÁV szolgáltat egyfajta wifi rendszert, hát ezt nem tudom, hogy mennyire működik, és gondolom azért erre mindenki felkapaszkodik. Korlátozott formában, tehát mindenre nem lehet használni azt a wifi-t. Hát ez reptereken, ez mindenhol így van egyébként. Letöltés, tehát, nem tudod, így van, de ez valószínűleg működik rajta. Tehát mondom, én tavaly utaztam, Siófoktól. Igen, ez fura lenne, hogy készítenének egy alkalmazás, és saját filmet nem tudna futtatni, tudod? Igen, de ez nagy nemzetközi repülőtéken sehol se tudsz. Tehát meg tudsz nyitni oldalakat, bizonyos adatforgalom keretén belül, de nem tudsz mondjuk letölteni, meg hatalmas nagy képeket küldözgetni, tehát erre nem alkalmas, de az, hogy te tudjál simán internetezni, az jó. És Vonatinfo az alkalmazás neve, gyerekek. Ez egy frappáns.
Egyébként tényleg jó. Nem, hogy dicsérjük őket. Hát most mit adjon neki? Most milyen nevet adjon? Semmi jót nem lehet mondani, mert nektek ti kiégett lelkű, cinikus állatoknak hát semmi nem tetszik. Azért gondolok arra, mert állsz a megállóban, tényleg fingod nem voltam, bocsánat, hogy hol van a vonatod, mennyit késik. Álljál-e még a megállóban, menjél busszal, szóljál az apádnak, hogy jöjjön érted, vegyen föl, mert másfél órája állsz. Letöltöd ezt az alkalmazást, és látod. Vagy később tudsz kimenni a megállóba, mert tudod, még van 20 perced, mert hogy annyit késik. Ebben van rossz dolog. Szerintem ez nem egy rossz dolog. Tehát azokból a szolgáltatásnak azokból az előnyeiből, amiket felsoroltál, szerintem az utolsó kétharmad az izgalmas, az jó, és az tényleg praktikus, és használható. Azt mondanám nekem, hogy aki a vonaton utazik, az miért akarna csetelgetni, meg ismerkedni telefonon keresztül Istenem, valakivel, aki szembe ül vele. Vagy, hát egy kicsit a csettel megpiszkálod, aztán meg odamész, érted? De szembe ül veled, mit oda mész, átülsz? Át. De gyerekek, hát ebben ez a jó, hát ti nem csináltatok ilyet. És a kalózzal is csetelsz? Na azt mondjuk, kikérem magamnak, hogy például aki vezeti a vonatot, az ne írogasson. Hát nem. Ő figyeljen arra, hogy... Csetelgetem hozzá, hogy vezetjél. A kalauz mondta. Meg ja, a ritkán vezeti a kalauz, Feri, a vonatot. De hogy a vonat ja, csak vezetővel. Ő a kalauz kérdezte azért. Na most gondold el, érted? Hát de ha most neki írhatsz, akkor írhatsz. Csak azt mondtad, hogy a kalauzzal csetelsz, mire azt mondtad, hogy kikérem magamnak, ne cseteljen azzal, aki vezeti a vonatot. Gondoltam, jelzem, hogy a kalauz köszönöm ritkán. Köszönöm szépen. Ritkán vezeti. Valaki a beje. Ma már kettővel vagyok hát beje. Várjál, fölírom. Mondom ezeket, hát ezeket te mondod. Fölírom. A kalauzzal csetelsz. Hát kikérem magamnak, azzal ne cseteljünk, aki vezeti a vonatot. Hangzott így el ez a beszélgetés. Csetelsz, és utána mondtam, hogy a vonatvezetőnek se. Ja, a vonatvezetőnek se. Csak szóval próbálok kijönni. Régen ültél vonaton, úgy látom, mert ritkán vezeti a kalauz a vonatot. Elmondom neked. Ne kerülgessétek a forrókását, menjétek el szobára, srácok. Itt évőtök itt egymással feleségesen. Ez a papperos hozzáállás, amit egyébként te is nyomsz, hogy minek csetelnék valakivel, aki ott ül velem szembe, vázolom a szituációt. Leül veled szembe egy csaj. Igen? Ritkán történik az, hogy átszólsz neki, hogy szia, megiszunk valamit a büfékocsiban. Megkeresed. Észreveszed, hogy be van jelentkezve. Ráírsz, rápöttyentesz. Látod, hogy ő honnan megnézi tudom, a telefonját. Mert ráírsz valamit. Az összes, vagy... az összes éppen már egy... akkor a csetszobában bent lévőt megkérdezem. Puliszka 23, te vagy az? Nem. Itt ülsz velem szemben? Mama 78. Nem. Mama 78. Nem mögötted, de átülhetek. Érted? Jó, mama 78. Nagyon csinos vagy ebben a kis miniszoknyában. Jaj, aranyom, ha miniszoknya lenne rajta. Jó, tételezzük, hogy egy valakiben aha. van a csetszobában. Ott ja. ül a lány veled szemben. Doberdo 17. Nem. Jó, persze. Doberdo 13. Persze, Domkanyar 13, igen. Figyelj, na. Ott ül a csaj veled szemben. Igen. Kiszúrsz rajta valamit. Hogy kiszúrod azt, hogy csinos. Vagy van egy pántlika a hajában. Aha, tényleg. Hogy egy pár és a fonott kocsár a karján. Igen, és megy a nagymamához. Megy a pántlika. Van egy pántlika a hajában. Ráírsz. Megnézi a telefonját, te végignézed, ahogy megnézi a telefonját, dob egy mosolyt. Tudod, hogy célba ért a te kis nem tudom, Skype-od, cseted, stb. Visszaír. Elkezdtek irogatni. Majd az irogatásból kialakul egyfajta kontaktus. Hát ne mondd, hogy jobb egyébként bámulni a halott tájat kint a Hortobágyon, mint egy csinos csaja csetelni a vonaton. Nem szólítod meg egyből. Hát de milyen jó szolgáltatás. A halott tájat és azt mondod, hogy ez már Hortobágy. Érted? És elkezdődik valami. Ú, de jó csajozós duha. Ez már a Hortobágy színi. Igen, csak Győrnél vagyok. Igen. Szóval, hogy elindul egy ilyen finom oda-vissza irogatás. És a végére már ugye tulajdonképpen egy ilyen flörtölésből kialakul maga az ismerkedés. Hát sokkal jobb, mint amikor csak így megszólítod, nem? Hangzik. Csumi, jó a pántlika. Matyó? Csumi. Tehát, hogy ti milyen papperek vagytok? Hello, csumi, ez itt a Hortobágy. Csumi. Hát nem így kell ezt csinálni. Ja. Nem így, valami... Hogy, de hogy kezded? Tessék, nem hallottad felé, a trendi srácok a pántlikákra repülnek rá. Érted? Én régen, amikor indítottam ezeket, elmondtam már ezt is, hogy igen? kell ismerkedni. Szerintem mi a szemkontaktus felvételének lényege, mi Balázs egyes törvénye, kettes törvénye, ezt már nem akarom megismételni. Ez már könyvben megvan. Ezt kedden tartok egy előadást. De hogy kell felvenni a kapcsolatot? Mindig egy nagyon... Egyes törvény, várd meg, hogy megszállt kezdes törvény, menj haza, már később van.
Balázs egyes törvény. Nem, ugye, hát nem az kicsit csumi, meg ez a táj, mindig valami kedvessel kell indítani, mert abból látod, hogy veszi a lapot, nem? Tehát az tök jó. Megdicséred a mosolyát. Ráírsz neki. Keresztül nem tudod, keresztül hogy ő-e az. Írsz neki egy, hát, hogy nagyon szép a mosoly. Mi a nénike? Jaj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 
a legutóbb 200 forint borra való után, de az is már 78-ban volt, és visszakértem 180-at. Szóval elindul egy ilyen ismerkedés. Aha. Ugye? És aztán... ültök egymáshoz szembe, és pötyögtök? Gondolj bele, hát van némi báj, van némi erotika, persze, most beszélgetni az nem igazán megy, nem gátlásos vagy, nem mersz odaülni. Ha te ülsz velem szemben, mosolyog, és fél óra múlva, akkor melyik vagy te a büdös frac? A rohadt életben valaki mosolyodjon már el. Na, szóval szerintem ez az alkalmazás jó, gyerekek. Haladunk a korral, tessék használni, letölteni. Aha. És nyugodtan még fekhettek a saját ágyatokban. Most például látom, Laci mutatta, letöltött az alkalmazást, hogy a Váci vonatra ki van írva, hogy 15 percet késik, hol tart, mennyi a menetidő. És tudod, hogy nem kell rohannod a megállóba. Ez nem egy rossz dolog. Uh-huh. Nem, ez nem egy rossz dolog. Nem? Igen. Más üzenet nincsen? Patent a pántlikád, vagy ilyesmi. Menj már be a csetszobába, Laci. Nézd már meg a csetelnek. Innen tudsz csetelni a Váci vonattal? Nagyon jó. Az a baj, akkor nem valószínű, hogy a mámnak a wifi-jére kell felcsatlakozni, ez pedig csak ott lehet egyébként, ha ott vagy nyilván. Tehát itt nem tudsz most a pántlikás lánynak írni a Váci vonalon, ha van. Hogy milyen szép. Te is itt vagy a csetszobába? Nem, kim vagyok a klotyomba. Az a baj, hogy te tényleg így nyomod. Tehát nyomod, ez itt a Hortobágy. Te is itt vagy a csetszobában. Kisasszony, jó napot kívánok! Ez már a Hortobágy. Begyáros, kolbászos, jó reggelt! Nem falatozunk együtt a kis sonkával. Ne menjünk már át a kufetkocsival, aludjunk már. Legyünk már valamire a bivélkocsival. Hello, ez itt a 9 Queen. De már minden két lyukkal is elboldogulok. Az a baj, hogy nektek, komolyan mondom, valami jót mondani, valami pozitívat, hát az ember itt hozza a híreket, hogy fejlődik az ország, végre van egy alkalmazás. Másfél órát várok, mondhatom, engem nem fog feldobni a csetelgetés, meg a pártlikát. De ez a lényeg, hogy nem vársz másfél órát, hiszen visszamész a lakásodba, iszol még egy kávét, hát van időd kisétálni, megveszed a kedvenc újságodat, bemész a budira. Aha, tehát vársz. Na jó, de vársz, de hogy értelmesebben töltöd el, mint amikor állsz a peron szélén, nagyon sokat vártam. De közben éjjel, Feri. Mindig hévvel közlekedtem, akkor még nem volt kiírva a hév megállóban, hogy hány perc múlva jön, és mindig álltál és bámultál. Üveges tekintettel Batthyányi tér felé, hogy jönne már az a rohadt hév. Most ennél azért ez sokkal jobb, nem? Sokkal. Uh-huh. Sokkal, ez tény és való. Azt nem vetted észre, hogy a Szentendrén. Igen, azt mondom, hogy Soroksára akarok eljutni, de sose fog jönni a Szentendrei vonalon. Laci írja, hogy ráírt az 528-as sebes vonaton utazókra. Uh-huh. Úgyhogy ha valaki most hallgat bennünket az 528-as sebes vonaton, mondj már egy vonalat, hogy honnan, hova megy. Ja, itt van, Keleti Sátoraljaújhely. És látja Laci nagyon-nagyon pervers, valószínűleg nagyon pervers üzenetét a csetszobában. Uh-huh. Írjon már nekünk vissza, hogy látja Laci üzenetét a Keleti Sátoraljaújhely vonalon a csetszobában, mert Laci valami nagyon kis finom malac dolgot beírt biztos. Figyelj, vakon kezdjél már el tényleg ott flörtölni valakivel, dicsérd meg valakinek a pántlikáját. De akkor ír valami konkrétot, hogy aha, te ott az ablak mellette járj, hogy hívnak? Hát, ha visszaír valaki. Nem? Nézzük meg. Keleti Sátoraljaújhely vonalat, te tudod nézni. Ez egy szenzációs dolog. Vagy te szülőként látod, hogy a te lányod mikor száll le a Sátoraljaújhelyi vonatról, mennyit késik, mennyi időd van még kimenni az állomásra. Nem? Jó. Ez egyébként egy nagyon pozitív dolog. Na, drága hallgatók, nézzük meg azt akkor, hogy kinek milyen tapasztalata van a tömegközlekedésen ismerkedéssel kapcsolatban, szépen mondjam, vonat, hév, metró, felsülések, nagy bepróbálkozások, mellényúlások, és minden, ami ismerkedéssel kapcsolatos tömegközlekedésen. Írjátok meg nekünk, jó? Hogy sikerült? Már össze is jöttetek. Megvan? Itt, ezt ő írta. De már! Hello, ha-ho! Laci üzenete. Ez a hello, ha-ho. Van itt valaki pántlikában? Válasz, te kecskés, ne viccelődjél itten, he! Micsoda? K-
Kecskés. Ja, hogy Kecskés Zsolt. Ja, úgy értve. Azt hittem, hogy mondom, ez valami ízé lehet valami. Nem ilyen, írnak, Laci, írnak, ott vagyunk a sátorajai vonalon. Kecskés Zsoltként bejelentkezett. Hehó, hahó, van itt valaki Pántlikában? Kecske lány visszaírt. Te Kecskés, ne viccelődjél itten, he. Zoli visszaért, hali. Bence visszaért, hahó. Ricsi visszaért, igen. Csak fiúk visszaértek a Pántlikás. De mind fiú. De ez valami hagyományőrző csoport. Nem hiszed el, nem hiszed el. Nem hiszed el, mik jönnek. Hello, én nagykörösről írok, jó a műsor. Épp a Morning Show-t hallgatjuk. Hallunk Balázs. Jó a műsor. Gyerekek, vonatról írogatnak nekünk. A applikáció keresztül. Hallunk Balázs, jó a műsor. Hello, én nagykörösről írok, jó a műsor. Ilyen a Morning Show. Itt vannak az üzenetek. Lefotózzuk, kirakjuk a Facebookra. Térdeltessük le a MÁWiFi-et. Gyerekek, most rogyasszuk meg a MÁWiFi-et. Bence írta, hogy Hallunk Balázs, Zoli írta, hogy jó a műsor. Jó, de még ki van Pántlikában, azt mondjad már, melyik? Ezt elhiszitek, gyerekek? Mire képes a technika? Ott vagyunk a vonaton. A délit kéne rendbe rakni, írta a kecske. A délit kéne rendbe rakni. Ricsi azt írja, bárhonnan lehet írni, nem csak vonatról. Tehát fel tudok csatlakozni a MÁV szobájába valószínűleg, bemegyek a chat szobába, és tudok csetelni, de az jó, mert tudok kérdezni, hát persze nyilván chat szobába bárhonnan tudsz írni, tehát nem kell neked az adott wifi hálózaton lenni. Hát oké, okay, csak akkor hogy lesz az információ hiteles, hogyha te mondjuk innen a stúdióból beírod, hogy nem is késik a Budapest Sopron. Na? Meg elkezdettek egymással csetelgetni, és akkor aztán mondod, hogy jó, akkor gyere át az én kocsimba. Átmennék, csak az a baj, hogy ilyen hegyes halom felé megyek, te meg Máté Szalkát. Jönnek az üzenetek, figyeld. Azt mondja, hogy én a 49-es villamosról írok. Azt írja. Hát de jó, meg nekünk késik-e a 49-es villamos? Azt írja, benn van. Én a 49-es villamosról írok. Na de ez a MÁV chat szobája, haló. Haló. Nem lehet itt bemenni a MÁV chat szobája. BKK-ról. Nincsen tűzfala a MÁV-nak. Sziasztok, egy vizerjáratról írok éppen London felé félúton. Nem. Jött a következő. Szabó írta nekünk. Budapest Zugló. Jó kis buli lesz itt, írja valaki. Hát ez nagyon klassz, gyerekek. Ott lehet lenni a chat szobában. Jó. Na, köszönjük, baromi interaktívak vagyunk, mindenhol ott vagyunk. Zuglóban, a 49-es villamoson, a keleti járatán. Sátoraljaújhelyen. Mindenhol tényleg ott vagyunk, igen. Na, várj. Nincs dolgotok? Szétszéledi! Tehát annak az esélye, hogy a veled szemben ülő Pántlikás lányhoz eljut az üzeneted. Gyakorlatilag nulla. Semmi. Gyakorlatilag zéró. Semmi. Gyakorlatilag zéró. Szerintem akkor csak jobb az, hogy nem, ez itt már a hortobágy. Ebből már nem adrálok ki, nem hagyom a MÁV applikációját megsemmisíteni. Főleg, hogy egy évvel ezelőtt ezt felvetettük, hogy milyen jó lenne, ha lenne egy ilyen applikációja a MÁV-nak egyébként. És itt van az applikáció, gyerekek, megcsinálták. Na de visszatérve, akkor köszönjük szépen az üzeneteket. Jó hallani, hogy tényleg mindenhol bennünket hallgatnak, ez nagyon nagy öröm. Visszatérve azon történetekre, amikor arról kell, hogy szóljanak, hogy ki hogyan nyúlt már mellé, futott zátonyra, vagy próbálkozott felszedni valakit villamoson, buszon, híven, vagy akár vonaton, jó? Csajok is írjanak, hogy mit csinálnak akkor, ha tetszik nekik egy pasi, ki kezdenek-e vele, mi történt azon női hallgatóinkkal, akik megpróbáltak esetleg egy palival flörtölni, kiket lehet könnyebben felszedni, hogy megy ez, és hát nagy, hogy is mondjam, mellélövéseket, zátonyra futásokat is várunk. Jó, kinek volt már BKV-s kalandja, tessék, bármi? Amikor még szabad voltál, Jani. Hogy ne lett volna? Gondolom, nagyon sok volt. Tudod, sapka beúzva. Ahogy te utazol. Imádom egyiket megkérdezi, tudod, jön a válasz, és akkor utána természetesen belém rúg egyet. Hogy, kinek volt? Hát, Feri, Jani? Ugye? Oké, Feri, legyen is kíván. Láttalak, parasztasz, hogy láttalak utazni BKV, baseball sapka behúzva, sarokba beül, füles felszed, hát így nem lehet nőt felszedni. Nem volt mindig. Ahhoz nyitottnak kell lenni, szemkontaktust kell tartani, szemezni kell, és bátornak kell lenni. Na, tessék, itt szedtél föl, mesélj. Senkit. Most kudarcról, azt mondtad, hogy kudarcról beszéljünk. Cipzár a szájra, meg se fordul, volt meg ilyen, se hát nyilván ez már évekkel ezelőtt volt, és én azt hittem egyébként, hogy tényleg lehet valami, mert hogy rendszeresen találkoztunk, és akkor tényleg mentek ezek az összeakadnak a tekintetek, és akkor már tud egy picit ilyen, kicsit ilyen pirulva így elkapja a tekintetét, de aztán mégiscsak visszanéz, nézegetjük egymást, stb. És egyszer elmondom, jó, akkor hajrá. Itt az idő. Leszáll, én is leszállok. Megyek utána, oké, okay, beérem. Mit akarsz, Szati? Beérem. És
ne haragudj, ne kövessél. De teljesen mondom, tipikus, nem lehet leszállni és követni egy csajt. Hát erre, ettől a legtöbb nő megijed. Nagyon heteken keresztül tartott ez a ránézek, visszanéz, tudod, elkapja, igen, hogy akkor miért, mit nézett? Rosszul olvastad a jelket. Igen, valószínűleg az lehetett, hogy már a második naptól kezdve rettegett tőlem, mert azt hitte, hogy valami tömeggyilkos vagyok, vagy pedig meg akarom erőszakolni, vagy ki akarom rabolni, és csak azért nézett vissza, mert szemmel tartott. Tulajdonképpen ő nem csinált más, mint félelemből nézett. Ő félelemből figyelt téged, hogy közelítesz. Ezt úgy olvastad, hogy néz téged, de nem, ő szemmel tartott távol. Nem néztél hát, hogy egy jó képű csávó. Ja, tényleg. Akkor tulajdonképpen ott sem megúsztam, le is fújhatott volna a gázzal. Értem. Egyébként igen, vagyok egy svájci bicskájba megszúrhatott. Vagy mit tudom, 3000 forintnyi apró valami, egy harisnyába rakott bele, le is zúszhatta volna az arcot. Igen, hogy torkon szúrt volna egy dugóúzóval. Egyébként az milyen lett volna neked? Rágyjál be! Nem fogsz megkapni. Azt akartam mondani, nagyon csinos meg. Azt mondani, hogy nem zavar a tebe, na, drága hallgatók, hajrá akkor, jó? Ki hogyan ismerkedik, kinek mi a dumája, mi a megszokott mód, mi az, ami beválik, mi az, ami mindig bejön, mit kajálnak a csajok a tömegközlekedésen, és természetesen hát olyan sztorikat is várunk, amikor nem sikerült ismerkedni. De ne csak zicsereket, tehát hogy jó a pántlikád, vagy ilyesmi. Ne tényleg, ne ilyet, hogy csinos a pántlika, ne csak ilyen. Igen. Érenél rosszabb dumákat is küldeni, jó? Nem kell ezt überelni, mert ez nehéz lesz. 8:30 pontosan, egy perccel jövünk mindjárt Ákos híre után. Egészségedre! Fel, majd lemászik! Jó, mint hogyha bemaradt volna. Jó van. Valaki most hallgat belénk először, azt hiszem, három nem normális csinál. Gyerekek, péntek van. Kik ezek az őrültek? Miért engedik őket mikrofon mögé? De jó, kell ez tényleg. Tehát esik az eső, péntek 13-a van, muszáj egy kicsit örjöngeni. Na, arról beszélgettünk, hogy a MÁV-nak van egy teljesen új applikáció, és ezt mi nagyon szeretjük, én legalábbis. Androidosok, iPhone-osok számára. Ezt te fogod használni a legtöbben. Jó, de nem, figyelj. Én örülök annak, egy új híd elkészül, átmegyek, ha átadnak egy új szakaszt a nulláson. Hmm. Minden, amitől kicsit ez az ország jobb lesz, én annak örülök, nem sokat utazom vonatom. De egy olyan ingyenes alkalmazás, ami biztosítja azt, hogy én lássam, hol a vonatom, csetelni tudok, rá tudok nézni a járatra, mennyit késik. Ez mind fejlődik az ország, máshol ez már megy, máshol ez már alapdolog. Tök jó, hogy van egy ilyen. Tehát szerintem kell arról is beszélni, hogyha valakit ekézni kell, de kell dicsérni is, ha valami olyat hoz létre, ami egyszerűen jól működik. Meg hát alapvetően egy empatikus ember vagy, és örülsz neki, hogyha azon a vonaton, ami a távolban robog. Amíg áll a piros nálad, tud írni a vonaton ülőknek. Az emberek boldogok, kiegyensúlyozottak, ismerkednek egymással, jól érzik magukat. De milyen műsor lenne az, ha csak arról beszélnék, ami engem érdekel. A tömegközlekedés nem, vonatközlekedés nem. Hát azért muszáj ezekről is beszélni. Egyébként tényleg örülök. Tehát ez egy jó dolog. Tehát tudod, milyen hasznos a számára? Áll valahol egy sorompónál, és meg tudja kérdezni, hogy azt hónavonat, mikor engednek már egy gyerekek? Mendes sáv között állok. Még 10 percet kell várnom a sorompónál. És visszaír valaki, szia Balázs, még 10 perc. Ha? Igen. Te tök jól látod a dolgot, ez is pozitív. Egy 80 vonat vezető. Ott vagyok, mindjárt készül. Na, arról beszélgettünk, hogy ugye ezzel az applikációval ismerkedni is lehet. És nyilván a legtöbb hallgatónknak van tapasztalata arról, hogy vagy azzal kapcsolatban, hogy megpróbálták már felszedni vonaton tömegközlekedésen, vagy ő próbált meg valakivel megismerkedni, odalépni, szemezni, majd megtörni a jeget és megszólítani. És hát legyünk őszinték, az esetek nagy többségében azért ez nem mindig végződik jól. Nem mindig sikeres a dolog. Zárása sokszor azért az embert visszautasítják, ismerkedős történeteket vártunk, hogy ki hogy sült már fel ismerkedés közben. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello, Kata! Na! Kata, így van. Kata, veled mi történt? Téged próbáltak felszedni vonaton? Nem vonaton, autóban. Autóban. Közlekedés közben. Mi akkor jó nekünk az autós történet is. Nem, valaki ült az autóban veled, és megpróbált felszedni? Nem, azért ennél egy kicsit bonyolultabb a helyzet. Na, mi történt? Egy tárgyalás után mentem volna vissza az irodába, és a Roosevelt téren ugye van egy körforgalom. Hm. És ugye két sáv megy a körforgalom, az egyik az elfogy. És ugye hát én szabályosan próbáltam közlekedni, egy úriember egy felső kategóriás autóval, láttam a tükörbe, hogy nagyon nyomakszik, egyre közelebb jött hozzám, nekem le volt húzva az egyik ablakom. És egyszer csak látom, hogy ez nagyon közel van, és így berepül egy névjegykártya. Nem mondom, hát, hogy Jézus Isten, de paraszt. Atyaisten. És akkor így átszól, hogy engedjen már be, mert siet. Amúgy bejövök, úgyhogy hívjam már fel. És megfogta a névjegykártyáját, és az ő autójából átdobta a te autódba? Igen, ez így történt, de nagyon pontos volt, lehet, hogy gyakorolta is, mert pont az ülésemre esett.
Az menő, nem? Te, szerintem nagyon prostó. Nagyon prostó. Hát ez prostó. Nagyon. Tehát ehhez utána, hogy nő ezt felhívja, fú, nagyon. Tehát bár nem, ez nem történt meg, de beengedtem. Tehát ennyit azért nyert vele, hogy magam elengedtem. Uh-huh. De azért megdöbbentem, hogy azért... gondolt valamit azért magáról. Ha mondjuk jó pasi és kedvesen átszól, akkor lett volna esélye? Tehát egy jó pali volt? Hát ha valami vicces szöveggel jön, akkor lehet, de az így, hogy bedob egy névjegykártyát. Hát ez valóban nem tudom hova rakni, tehát hogy azért valami többet vár egy nő szerintem ilyenkor. Há, ez elég nagy kép. Egyébként igen, ezt még én sem még utána adom egy dobozos kolát, és ne legyen kiszárad a szád, amikor vagy. Igen, baby. Igen, tehát akkor nem hívtad föl végül is. Nem hívtam föl, de beengedtem, tehát azért legyen egy jó napja. Megnéztem a névjegykártyát, természetesen lecsekkoltam a közösségi hálón. Hát egy két magáért beszélt, úgy éreztem, hogy ez nem az én emberem. Tehát azért annyira mégse volt bunkó, hogy azért nem egy fölak a Facebookra, ne nézd meg az oldalát, kicsit utána jártál, azért neked ez valahol tetszett, valahol ellenedre azért volt. Azért kíváncsi voltam rá, így van. És ha mondjuk a Facebook oldalán olyat találsz, hogy szimpatikus, jó arc, helyes, jó fotók vannak, akkor lehet, hogy fölhívod? Megbocsátod hát, neki? Az átdobás? Hát ha nem az a profilképe, hogy az autó előtt karba tett kézzel áll, akkor lehet. Aha. Uh-huh. És milyen autó volt? Felső mondjam a márkát. Nyugodtan, ez így ebben a reklám. Hát emlékeim szerint vagy BMW, vagy Lexus. Aha. Reklám akkor lenne, ha valamelyik márkát pozitív színben tüntetném föl, de mondhatsz hat márkát is, tehát ettől ez nem reklám. Tehát egy jobb autó. Egy jobb autó, nyugati van. Autó. Egy fekete sötétített autótól, mert emlékszem. És az a profilkép, hogy ott áll előtte, félmeztelenül? Nem van rajta ruha, de karba tett kézzel, tehát ez a, nekem ez a tipikus sútyó beállás. Hát Fuchs kívül van? Hogy kívül van? Hát a Fuchs, hogy hova tette az aranyaklánc, az nem volt rajta. Ja, az nem volt rajta, nem. Jó, de azért csak ránéztél. Azért csak ránéztél. Ránéztél. Hogyan néztem volna, mert kíváncsi voltam, de telefonban nem értem volna meg. Hát az nyilván nem, meg azért ez tényleg elég sútyó. Tehát átdobni egy névjegykártyát, még az ember nyom egy dumát, vagy akkor még valahogy ezt el lehet ütni, hogy hívjál föl, mert egyébként bejössz, ez erős. Ez erős egy picit, ezt még én sem merném megcsinálni. De egyébként volt egy másodpercben egy olyan, hogy benzinkútnál, mert nagyon nézett a srác, beállt mellém a piros lámpánál, és átszólt, hogy ő már nem akar a régi csajozós dumával jönni, de megjegyezte a rendszámomat, úgyhogy keresni fog. Ó, és keresed? Aha. Nem. De honnan tudod keresni, csak nem talált meg? Csak nem volt jó kontaktja. Hát lehet, rosszul jegyezte meg a rendszámot. Aztán bekapcsolt a szirénát is. Igen. Na jó van, köszi, hogy elmondtad ezeket nekünk. Köszi. Én köszi. Ciao. Hello, Kata, hát köszi. Ez nagyon kemény. Még egy kezdet. És kézzel, hogyha még ráadásul a szemen is dob. A retinába a sarka. Nagyon komoly önbizalom kell hozzá, hogy átdobjál egy névjegykártyát. Nézzük az eseményeket. Régebben történt IC Budapest-Debrecen vonalon. Keresztrejtvényt fejtettem útközben, majd mikor elakadtam, a velem szemben ülő srác kölcsön kérte arra hivatkozva, hogy besegíthet-e. Odaadtam neki. Egy darabig nála volt, mikor visszaadta, én már nem néztem bele, csak otthon. Akkor láttam, hogy a rejtvény fölé írt egy üzit, hogy szimpatikus volt számomra, és megismerne, hívjam a megadott számon. Végül nem hívtam fel, de így is lehet ismerkedni, írja Anita. Na, ez például jó. Elegáns. Ez jó. És még odaírt a végére, hogy izét, hogy és a takarmánynövény három betűtök. Miért? Vagy a megfejtésed az egésznek a megfejtésed. Szép sztoriba egy ilyen gumicsizmával belegázolni. Hát ez egy jó sztori. Elkéri, belefejt és megadja a számot. Magamat ismerve, negy óra múlva már csak én fejtettem a rejtvényt. Tudod. Szerintem beleírni így és odaírni fel, ez helyes, ez egy cuki dolog. Nem nyomulsz, nem bántod meg, ha elolvassa, fölhív. Oké. Nem te akarod fölhívni, a csajra bízod. Ez nem, ebben nincs semmi. Idős férfi és tópartjára épült vár. Tata. Istenem, oda nektek a romantika. Igen. Hónapokon keresztül álltunk egymással szemben a villamos megállóban, és szemeztünk, írja nekünk Niki. Ráküldtem a barátnőmet, hogy kérje el a telefonszámát, azután csak egyszer randiztunk, és utána nem történt semmi, majd kb. 5 évvel ezelőtt megkeresett, és azóta is együtt vagyunk, dúl a láb. Szóval ez jól sült el, ezt Niki küldte nekünk. Milyen érdekes, de ő sem mert ismerkedni, ráküldte a barátnőjét. Én a metrón utaztam, akkor... festettem be először a hajam vörösre, mellém ült egy fiú, majd szaglászni kezdett a levegőben, majd ezek után én is szaglászni kezdtem, hogy mi az Isten, én vagyok büdös. Rám nézett és azt mondta, jó szagú a hajad. Megadod a számod? Kirögtem, írja Szilvi. Jó szagú. Jó szagú a hajad. Ez jó szagod van te.
Metró kiszemeltem egy kis szöszit, leszállt a Ferenciek térén, örültem neki, mert én is ott szálltam le. A mozgó lépcsőn megszólítottam, hiszen ki tudja, talán soha nem látom többé. Elmondtam neki, hogy nagyon megtetszett, és szívesen megismerkednék vele. Erre ő elmosolygott, látszólag nagyon örült neki, de azt mondta, hogy sajnálja, van barátja, de nagyon jól esett neki, ez itt reggel 5:30 körül, hogy feldobtam a napját. Nem éreztem, hogy beégtem volna, egy jót beszélgettünk utána, és a visszautasítás ellenére nekem itt jó kedvet csinált a kis hölgy. De ez nem beégés, hát miért, tök korrekt volt mindenki, nem? Ezt elmondta azt, hogy bocs, van barátom, de dumálunk. A nyitó mondat nagyon jó. Még egyszer? Te szintén föl. Buszon aludtam, amikor felébredtem, a mellettem ülő srác úgy kezdett ismerkedni, hogy megkérdezte, jól aludtam-e, és közölte, hogy szép vagyok, ahogy alszom. Aha. Mi van? És mit kezdjünk ezzel a romantikával? Ti kiégett lelkű, cinikus 45-ös. Nekem semmi. Még senki nem mondta, amikor eldőltem az M3-ason. És látod, hogy kis nyál kifolyt a pólómra, és senki nem mondta jó, azt. Jó, de neked, érted, ősz az 52-esen, baseball sapkája nyitott szájjal, és mindig, hogy hátra esik a fejed, mert elaszok a fölordítasz. Arra mondják, hogy szép vagy. Elmentek mellette, valaki belerugott a lábam, és azt mondja, végállomás. Mi csak szem és fültanúi voltunk az esetnek a 23-as buszon, 30 körül is rác, mondta a csajnak, hello baby. Még szabad vagyok, látom te is, hiszen szomorkodsz. Válasz a következő volt. Először talán nézzél tükörbe, te szakadt törpe. És iratkozz be egy kis gyúrásra, mert még a szél is elfújna. Oh. Hm. Ezt nyomod, hogy hello baby, még látod szabad vagy? Nagyon fura egyébként, várj, megnézem a kimenőimet, ezt én küldtem. Igen, azért kérdezem, hogy ezt a dumát nyomod, Jani, hogy hello baby, még szabad vagy? Látom, te ismert szomorkodsz, ez a te dumád? Sűsáp, nagykát a vonalon beszélgettem, flörtölgettünk egy lánynal, minden jól alakult, mikor felszállt a 205 centi 90 kilós barátja. Nem volt őszinte a mosolyom, ezt Pisti küldte nekünk. Nagyon jó. Sok évvel ezelőtt reggelente a villamos a munkába menet egy fiúval szemeztem. Ő mindig állt körülbelül 3 méterre tőlem, én ültem. Egyszer vettem a bátorságot, és oda mentem hozzá, hogy szép szeme van. És egy lány ment oda a fiúhoz. Valamikor találkozhatnánk is a villamoson kívül. Akkor tűnt fel, hogy fél fejjel alacsonyabb nálam. Soha többé nem láttam, korábbi vagy későbbi villamosal utazott, írja Kriszti. Szegény. Nagyon el voltál kenődve? Hát, de Kriszti, tényleg. Annyira örültem neki, hogy... Soha többet nem mertél felszállni arra a villamosra. És ő is jött oda, ráadásul annyira reménykedtem benne. Kerested a villamoson. Most végre összejön. Igen, kerested a villamoson, kerested, de soha többet nem. Na, és a villamoson kívül az mit jelent, hogy az ütközön? Igen, szemeztem egy lány alatt, Roli mosolygott. Otthon vettem észre, hogy egy madár leszarta a sapkám. Na, az a ciki. És büszkén mentél haza, egy ilyen jó pasi. És kicsit perótos volt a fogsorom még a menza után. Na jó, hát nagyon-nagyon helyes esemesek vannak. Szilvi itt van velünk, aki játszik, neki is van még ismerkedős sztoria, el is mondja rögtön, utána pedig hármasugrást játszunk velem. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Hello Szilvi, jó reggelt! Sziasztok! Hello, na neked is van még ismerkedő sztorid a játék előtt, ugye? Jól tudom. Igen, mi történt? Hát én egy kiállításon voltam a gyerkőceimmel, és az úr is, akivel ott már nézegettük, egymást szemezgettünk, de semmi extra nem történt. Majd a parkolóban szétváltunk, és ő követett az autójával. Én ezt nem vettem észre, a gyerekeim szóltak, hogy anya, itt ez a bácsi, akivel találkoztunk a kiállításon. Hát segünkben van ez a paraszt. Jani nem is mondott, hogy van jogsid. Egyébként ő is a kisfiával volt, és a gyerekekkel nagyon jót játszottak ezen a kiállításon, és piros lámpánál kiszállt, odajött hozzám, hogy engedjem le az ablakot, és mondta, hogy ő esküszik, hogy soha ilyet nem csinál, de tegyem meg, hogy félreállok, vagy adjam meg a számomat, vagy ő hagy adja meg, beszéljünk. De már váltott a lámpa, mondta, el ne menjek, kanyarodjak félbe. Félreálltam, én közben egyfajtában azon gondolkoztam, hogy normális vagyok-e, és nagyon jót beszélgettünk, telefonszámot cseréltünk, azóta összeházasodtunk. Ne, tényleg, de jó. Született még egy kisfiunk, közös gyerekünk. De hát ez egy milyen klassz sztori. Igen, igen. Basszus, itt happy end van. Ez túl szépettek. Mi ez happy end van? El is haláltak a srácok, látod, semmi. Nem sem bírjuk dolgozni. Nem tudnak belerondítani, belegázolni egy gumicsizmával. Semmi megaláztatás. ez egy pozitív történet. Na látod, megérte megállni akkor. Jó. Igen, abszolút megérte.
Igen. Na hát ezért kell néha a tömegközlekedésen is bátornak lenni. Nem tudhatod, hogy nem-e a nagy ő szólított éppen meg. Nem szabad elmenekülni, nem? Igen, abszolút. Ez velem nagyon-nagyon pozitív történet. De amikor egyébként elkezdtél iránt érdeklődni, meg elkezdtetek egymásra szemezgetni, akkor egyikötöknek a fejében sem fordult meg, hogy esetleg van egy másik is? Igen, van párja két gyerek mellett. Hát de valószínű, igen, tehát az övébe is, az enyémben abszolút, tehát pont ezért gondolkoztam azon, hogy félreállok és normális vagyok-e. De aztán utána annyira egyértelművé vált, hogy ő is egy elvált ember, én is egy elvált nő voltam már akkor, és onnantól kezdve tiszta lappal indult minden. De jó. És ráadásul még magyarázkodni se kellett későbbiekben, hogy jaj, még van gyerekem, egy vagy kettő, hanem úgy rögtön úgy gyerekkel együtt találkoztunk. Ez egy klassz, ez tök jó. Én szeretem az ilyen történeteket. Egyébként ez egy klassz sztori. Na jó, milyenek a kérdések, Jani? Tökéletesek. Tökéletesek, ez a beszéd. Mehetünk? Igen. Így szól az első kérdés nyakbaakasztóért. Melyik ország megtámadásával kezdődött a második világháború? Lengyelország. Éj. Nagyon jó, menjünk tovább? Hát igen. Sapkáért, sálért így szól a második kérdés. Hány koronggal kezd egy játékos a Malom nevű társasjátékban? Azt hiszem 9. Éj, jó, igen. Csak hiszen tudom, nagyon jó vagy. Nagyon jó vagy. Menjünk tovább, illetve ha jöjjön a harmadik kérdés? Nem tudom. Milyen témakör? Film. Megpróbálom, aha. Semmi se kérnek közben. Így szól a harmadik kérdés. Ki volt az első színesbőrű színésznő, aki elnyerte a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat? Fú, ez nem egy könnyű kérdés. Ó, igen, ezt pont akartam mondani, nem tudom. Hát a filmes kérdésnél már sejthetted, hogy filmes kérdés lesz. Igen. Milyen igazad van, Balázs? Ugye, hogy vág az eszem? A kutya fáját nem vérkem. Nem volt, Gombos Elinát arrébb raktam, mert itt néz rám egy órája vesztelenül, egy címlapról is picit arrébb toltam. Szóval, színesbőrű színésznő elnyerte a legjobb női főszereplőnek járó díjat. És van egy nagyon jó sorozat vele, vagy volt, nem tudom, lesz a második évad, az Extant. Ilyen nagyon csinos nőről van szó. Megtermékenyíti egy földön kívüli, és erről szól a sorozat. Extant. Ennek tényleg nem szép. Hát ezt nem néztem, sajnos. És együtt nevelik föl, vagy külön? Nem. Aha. Jó sorozat egyébként. Jó. Két ember közül választottunk egyébként az időben. Pataki attól is közül. Halle Berry. Egyébként esküszöm, hogy erre gondoltam, de úgyse hiszitek el. De miért nem mondtad? Hát itt már nincs vesztenivalója az embernek. Vagy nem tudod, vagy rosszat mondasz. Hát itt már bármi lehet. Jó, igen. Most már mindegy. Na bummozzunk egyet. Mennek az ajándékcsomagok. Tiki-taki. Bum! Jézus Mária! Ebben nem hittél úgy, mint a szerelem. Jézus Mária! Oda se ér! De levegőbe robbant föl. Csoda, hogy kiröppent a stúló. De tényleg, hát ez ilyen hitehagyott bum volt. Jó, oké, igen. Kicsit csalódott voltam, hogy miért nem mondtam. Meg kell mondani, Szilvi, persze. Hát itt már nincs vesztenivalója az embernek. Köszi a játékot! Én is köszönöm. Szép hétvégét. Sziasztok! Hello. Na jól van, heves városban kint ül az új trafi, mindenki vigyázzon, bár még csak teszelik, ezt Pityú papi küldte nekünk. 9 óra múlt 1 perccel jövünk, Ákos hírei után. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 9 óra múlt 16 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek, péntek 13-án, gyerekek, itt vagyunk. Még nem történt velünk semmi rossz, ez jó, semmi. Egyelőre jó a péntek 13-a nekünk. Mert koncentráltak vagyunk, összefogottak vagyunk, ezért. Így van, jó a műsor, vidámkodunk, nevetgélünk. Így van. Ahotázunk. Ahol kell, spontának vagyunk, ahol nem, ott tényszerűen. Így van, hallgasson ön is minket. Ez most Klassz FM, a rádió. M3-as kerekaraszti pihenőnél van egy trafi, Szentesnél teljes útzár, Makó felé terelik az UFO-kat, fejeket lehúzni. Arra felé, M7-es autópályán 68-as kilométernél Nagykanizsa felé 5 kutya futkos az úton, csak óvatosan, ez pedig Attila írta nekünk. Köszönjük szépen. Ja, gyerekek, én reggel, de komolyan mondom, nem sokkolom magam
Jó, akkor ne. Olyan, de olyan hírekkel nem tudom szó nélkül hagyni. Hát hogy van ez a gázrobbanás, elképeszt, az ember szíve szakad meg, tényleg csak egy mondat, hogy még mindig ott tartunk, hogy valaki otthon nekiáll gázt bütykölni. Igen. Egy kulcssal, egy mit tudom, egy hatos kulcssal meghúzza, bütyköl, érted? És ez egyszerűen nonsens, hogy ez nem jut el emberek agyáig, hogy nem nyúlunk hozzá. Kihívunk valakit, nem szereljük, nem vesszük le, nem tesszük föl, nem ütjük, szikra van. Nem ér annyit. De tényleg komolyan mondom, elképesztő, és szomorú dolgokat láttam és olvastam, és ez hihetetlen, és az embert annyira megérinti, hogy tényleg nem, még mindig itt tartunk, nem? Mit csinált? Gázpalackot cserélt? Vagy? Állítólag igen. Igen, állítólag, hogy cserélt, próbálta, nem értett hozzá, ütötte, kalapálta, annyi mindent olvasni egyébként. Ez szörnyű. Tehát, hogy egyszerűen tényleg elkeserítő, hogy nem értik, hogy azért vannak dolgok, amikhez nem úgy nyúlunk hozzá, vagy nem kezdjük el szerelni. Szóval, hogy még mindig itt tartok, hogy az a néhány száz forint megspórolás az megéri neki adott esetben, hát nem éri meg, nyilván nem úgy áll neki, hogy ebből egy tragédia lesz, igen. De benne van bőven a pakliban, amikor nem egy szakember foglalkozik ilyen munkával. Igen, tényleg szörnyű. Abszolút, amit az ember olvas, szegények, igen. Jött egy SMS, erre is szeretnénk reagálni. Valaki azt írja csak így simán, hogy nem ő volt az első színes bőrű, hanem Héti McDaniel. Elfújt a szél. Se egy hello, se egy sziasztok, se az, hogy szerintem. Jani, tegyük helyre akkor, hogy miért butaság, amit ő ír. Tehát a hármas ugrás kérdés az így hangzott. Ki volt az első színes bőrű színésznő, aki elnyerte a legjobb női főszereplőnek járó Oscar díjat? Igen, sosem baj, ha helyre raknak bennünket, sosem baj, ha valaki kijavít bennünket, de amikor csak így valaki nem ő volt az első, Héti McDaniel zárójában, ráadásul hülyeséget ír, ráadásul nem hallja jól a kérdést, okoskodik, az nem biztos, hogy jó. Egyébként, tehát, hogy de mindegy, reméljük, hogy ezt is hallotta. Se baj. Hogy se baj. Egyébként így van. Gödöllő Isaszály között KPM ellenőrzés. Potter futár küldte ezt még nekünk. Köszönjük szépen, és a Pogányi reptérnél van egy trafi fekete borából. Mérnek, ez pedig Dávid küldte nekünk, és hát még rengeteg ismerkedős SMS, de a témát lezártuk. Köszönjük szépen, mert hogy ugye azzal foglalkoztunk, hogy van a MÁV-nak egy kiváló applikációja, és aztán átkanyarodtunk oda, hogy ki hogy próbált ismerkedni tömegközlekedésen, autóban, villamoson, metrón, vonaton. Hát az esetek nagy többségében azért ezek nagy kudarccal végződnek. Mert nem jók csináljátok. Ez itt már a Horvány mondanál. Tehát te neked mi volt? Te milyen vonalon mentél? Én. Te is mondtál valamit. Neked volt a Hortobágy, neked meg a... Nem tudom már, mit mondtam. Nekem a Pántlika volt. Én Pántlika vonalú utazok, mert azt tőled hallottam. Ja, Pántlika. Ha Pántlika menő, akkor én Pántlikára fogok rá hivatkozni. Igen. Na, gyerekek, egy érdekes hírt olvastam a héten, és szerintem érdemes csinálnunk egy kísérletet, amit most rögtön el is tudunk végezni, mert hogy... A Facebook folyamatosan trükközik valamit, ugye? És hát... Na, pontosabban a felhasználók. A felhasználók is trükköznek, hát ide akarok kiukazni. De is van, is? Egyébként igaza van a Balázsnak, igen. Hogy most például kiteszel valamit, ezt pont a Laci mondta, hogy nem jut, van, nekünk van közel 300 ezer lájkolónk, szeretőnk, érted, aki igen. Ott imád bennünket, és oda megy 5000-hez. Hogy rohadjatok meg, na, ezért kapott csak 5000 lájkot, mi ki? Hadd vezessem föl a hírt, hogy ugye változtat a Facebook, mert hogy azt mondják, hogy megunták a kamu felhasználókat. Megunták azt, hogy rengeteg amerikai celebnek, rengeteg cégnek kamu rajongója van, és leszámolnak az inaktív felhasználókkal. Vagyis tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy átfuttatnak minden profilt egy ellenőrzésen, és ha inaktív a felhasználód, ha vásárolt a felhasználód, ha kamu a felhasználód, akkor lecsökkentik az inaktív felhasználók számával a te összes csoportot tagját, vagyis sokkal kevesebben fognak lájkolni. Tehát az eltűnik tőled, az inaktív. Aha. De hogy vagy inaktív? Az mi? Az hát egy gép által generált profil? Vagy te leülsz, és azt te csinálsz 10 álnéven 10 profilt, és ezt eladod? Így van, és ezeken a profilokon keresztül te nem kommunikálsz. Ez azért jó, mert nincsenek veszélyben azok a profilok, amiket azért hoznak létre egyes felhasználók, hogy az anonimitásokat megőrizzék. Mert ők általában kommentelnek, hozzászólnak, stb. Mert vannak ilyen emberek, aha, akik ugye... Ez megmarad. Így van, de ezek megmaradnak. Azok, akik viszont azok a profilok, amik mögött nincsen senki, uh-huh. És nem szólnak hozzá semmihez, semmiféle aktivitást nem mutatnak, azok törlődnek. Törlődnek, igen, vagy ugye az van, hogy szünetelteted a profilodat, mit tudom én, egy gomba, vagy egyszer regisztráltál, de nem lépsz be, szóval kiszórja a Facebook ezeket, és hát egész egyszerűen nem lesznek. Aha. Na most ugye ennek a nagy takarításnak tulajdonképpen az az oka, hogy
Hát egyrészt ne tudja bárki posztolni a falat, kettő, hogy valós számot kapjon a Facebook arról, hogy kik azok, akik valójában használják őket. És egy oldalnak sok az inaktív követője, akkor nagyon sok olyan poszt jut el az inaktív követőkhöz, akik ugye nem is olvassák, ahelyett, hogy eljutna azokhoz, akik közben valójában posztolnak. Tehát a posztok hatékonyságát is növelik ezzel szerintem egyébként. Mert ugye mi történik? Neked van mondjuk 300 ezer lájkolód, te posztolsz egyet, és az, amiről te is az előbb beszéltél, ugye ez egy hiú ábrán, és sokan még mindig azt gondolják, hogy ezt megkapja minden 300 ezer ember. Ezt a Facebook folyamatosan csökkenti, pontosan azért, hogy ne tud olyan nagyon erős reklám célra se használni. Tehát, hogy mondjuk nekünk van Morning Show által 300 ezer rajongónk, posztolunk egyet, azt esetenként 5000, 7000, régebben 10000, de egyre kevesebb ember kapja meg, akkor tudod elolvasni a posztot, ha följössz a Morning Show Facebook oldalára, és elolvasod, hogy nincs az már, hogy 300000 embernek körbe küldjék. Tehát erre rájöttek, hogy ez egy óriási nyerek. Ha fizetsz érte, akkor megy, ugye? Akkor ha fizetsz, több... akkor tudsz lájkokat vásárolni, meg tudod több helyrészét küldeni, persze. Ezen viszont mi nem szeretnénk elveszíteni senkit. Tehát az a 294.456 ember, aki jelenleg követi a mi Facebook oldalunkat, menjen most fel az oldalunkra, és lájkolja a macskámról készült videót, hogy nehogy véletlen törölje a profiljukat. Figyeljetem, a macska fan a Facebook. Meg hát mi történik, ugye, hogy neked van egy oldalad, amit lájkolnak 500 000-re, azok a fele kamu, és tehát eladod, hogy neked menjen reklámozzák, vagy lájkolják az oldaladat, hogy neked ebből lehet bevételed. Ezt is ki akarják szúrni. Meg ki akarják szűrni. És érdemes lenne egyébként megnézni a magyar közszereplők oldalát, hogy ugye itt Magyarországon van egy ilyen őrült presztízs harc, hogy kinek mennyien lájkolják a Facebook oldalát, tehát ezt én nagyon szeretem. Mert ha neked csak 100 000-en, akkor téged kevesen szeretnek, ha téged 600 000-en, akkor téged szeret a fél ország. És ugye vannak már olyan oldalak, ahol te egész egyszerűen lájkokat tudsz vásárolni. Nagyon sok ilyen oldal van, hogy lájkot vásárolsz. És leírja neked, hogy 10 000 rajongó, 5 000 rajongó, 2500 rajongó, 1000 rajongó mennyibe kerül. Döbbenetes számok vannak egyébként, ha te akarsz 10 000 rajongót vásárolni, akkor azt megveheted például 150 000 forintért bizonyos oldalakon. Itt azt írja, hogy valós magyar felhasználók, fizető képes rajongók, 100% garancia, szállítás 10-21 nap. És megveszel magadnak 10 000 rajongót 150 000 forintért. Hát érdemes megnézni az exponenciálisan túl durván növekedő Facebook oldalak számát, hogy kik vásárolnak rajongókat, mi is tudnánk neveket mondani. De akkor ő azt mondja, hogy valós 10 000 embert rak mögé. Hogy a francba? Akkor ez egy akkor jó kérdés. Hazudik? Tehát nem valós a 10 000, hanem valami generált? Ez egy jó kérdés, sürgősségi szállítás plusz 2 forint per like. Ahogy korábban jön a like. Hirtelen akarod elkezdeni növelni az oldaladat, akkor beszállíthatod őket magad mögé. Sürgősségi szállítással egyébként. Kírja egyébként a Facebook oldalak az üzemeltető, hogy 100 000 like, köszönöm. 20 perc múlva 150 000 like, köszönöm. Egyébként döbbenet, hogy magyar celebek presztízs kérdést csinálnak ebből, és nézegetik egymás oldalát, és ha valakit 200 000-en szeretnek, akkor ki van, és addig megy, amíg nem szeretik 300 000-en. Láttuk már ilyet, ugye? Hogy igen. Elindult 150 000-ről, és 3 hónapon belül 320 000 lett. Hogy nem? Azért van, aki fura dolgok. Foglalkozott vele, csinálta, igen, rakta föl a képeket. Igen. Aha. Én már azt szeretem, komolyan mondom, akinek kevés rajongója van. Tehát én nagyon bírom, hogy a Sarka Katának van 140 000, mert tudom, hogy valós. Tehát nem hiszem el a 600 000-et, nem hiszem el a 900 000-et, nem hiszem el a 900 000-es rajongó. Nem hiszem el a 400 000-et, nem hiszem el a 350 000-et. De megnéztem. Nagyon szeretem a Horváth Éva. André nem lájkolta. Ki lehet az? Várjál, megpróbálom kitalálni. Én nagyon szeretem a Horváth Éva 90 000 rajongóját, de a legjobban szeretem a Morning Show 30 000-es Instagram. Ez az. Mert hogy a Facebookon mi is 300 000-en vagyunk. Az elitet, a kemény magot. De nekünk nincs félni. A halhatatlanokat. 300 000-en vagyunk a Facebookon, de gyerekek, az Instagram az egy szűk elit, ott 30 000-en. Főleg, hogy ugye Afrikában indítottuk el komolyan az oldalt. És arra gondoltam, hogy hát, ha kiderül ebből a kísérletből valami, ha megjelenik most 2 darab pipa az oldalad mellett, amit a Facebook mérnökei tesznek oda, az azt jelenti, hogy a te oldaladat már átfuttatták. Aha. Fotozzuk ki magyar közszereplők oldalát, nézzük meg, hogy ellenőrzés előtt mennyi felhasználója volt, és ha megkapja a 2 pipát, hasonlítsuk össze a 2 számot. Ami, nem tudom, hogy a nem valódi felhasználókat valójában kiszűri-e ez a program, mert ha valódi vásárlókat vesznek mögé, nem biztos, hogy rá tudunk jönni. De nézzük meg, hogy van-e drasztikus csökkenés valamelyik közszereplőnél. Hát gyerekek, rengeteg közszereplő van, ugye, akiknek sok-sok 100 000-en lájkolják az oldalát, úgyhogy egyébként valójában azért irálisnak tűnik. Nézzük meg is, hogy 1 hét múlva, 2 hét múlva, ha megkapják a pipát, nézzük meg, hogy csökkente a szám.
Ami nyilván jelenthet egy részről inaktív felhasználókat is. Tehát mondjuk egy évvel ezelőtt még szeretted X-et, akkor belájkoltad, ugye? De aztán azóta nem szereted és rá se néztél, akkor téged most kivesz a Facebook? Igen. Egy évvel ezelőtt lájkoltam, de azóta nem néztem sokan rá. Sokan nem csináltál semmit, akkor simán kivehet. Akkor kivesz. Igen, sokan nem tudják még, hogy a Facebook pontosan hogy határozza meg ezt az inaktív felhasználót, vagy ez mit takar pontosan, hogy a Facebook azt mondja, az inaktív felhasználókat szűri ki, és mekkora csökkenésre lehet számítani. Ráadásul ugye azért ez nem úgy történik egyik napról a másikra, de hogy átfuttatják a te oldaladat majd, hát nyilván azért egy kis időbe telik, míg eljutnak oda. De megnézhetnénk, nem? Hogy kifotózunk, mit tudom én, 15 közszereplőt, és amikor látjuk a pipákat, akkor megnézzük az eredeti számot a mostani valós számmal. Azt mondják egyébként, hogy körülbelül minden tizedik felhasználó kamu. Igen. Hát akkor ez egy 500 ezernél 50 ezer ember fog. Ez globálisan. Tűnni. Ez globálisan. Ja, úgy. És aki brutálisan gyűjti a lájkokat, és 150 ezerről indul, és 3 hónapon belül 320 ezer lett, vele mi lesz? Visszamegy 150 ezerre? Vagy hogy lesz? Mert hogy én láttam... a 150-ből még eltűnik a 10%, ugye, amit Jani mond. Igen. Hát még kevesebb lesz, mint ahonnan indult. Ezért a Wiki fönn van Facebookon, ő kapott olyan oldalt, ami fizetett hirdetés volt, hogy lájkolja ennek a közszereplőnek az oldalát, ugye tudsz te pénzért venni olyat, hogy a te oldaladat elküldik egy csomó reklámfelületre, oldalra, ahol te nem tudod, hogy neki van oldala, meglátod, mint hirdetés, és fölmész, lájkolod. Tehát, hogy kvázi nem kamuvásárlót veszel, hanem reklámot költesz arra, hogy a te oldaladat sok helyre szétküldjék. És ezt is leveszik most? Na most volt, aki hevesen tiltakozott, hogy ő nem csinálja, majd megjött a Wiki telefonjára. Nézze meg az XY oldalát és lájkolja. Ezt nem tudom. Hát nyilván a valós felhasználó, azt nem hiszem. Ők nem kevésbé értek a Facebookhoz. Kik legyenek azok, akik? Hát meg kell nézni, hogy kik a legnagyobbak. Szerintem mondjuk ilyen 200 ezertől fölfele kellene megnézni, hogy kiknek vannak ilyen számai. Én a Tibi oldalát megnézném. Nézzük meg a Csordás Tibi? A Norbi oldalát, nézzük meg a Réka oldalát, 683 ezer, Norbi 959 ezer. Mit nézzünk még? 10%-a. Horváth Éva 94 ezer, én nagyon szeretem azt a számot. Egyébként sokkal szimpatikusabb, mint az 500 ezer. Duka Réga Regina 174 ezer, Majka 300 ezer. Nézzük meg az összeset, fotózzuk le, és aztán összehasonlítjuk egy hét múlva. Nézzük meg a miénket is, persze. Norbinál és Rékánál szerintem nagyon nagy az átfedés. Tehát, hogy ott biztos az van, aki a Rékáét, az mondjuk a Norbiét is. Jó, de akkor miért nem 900-900? Mi a 300 ezernyi eltérés a két ember között? Hogy közös kasszán vannak, és a Norbi nem adott pénzt a Rékának hirdetésre. Nem tudom egyébként, de csak kíváncsiságból. Csak kíváncsiságból. Ez egy jó teszt, nem? Jó. Ez jó, ez jó. Az is egyébként egy érdekes, hogy ez egy néhány évvel ezelőtti adat, de elviekben a hirdetők szerint Magyarországon közel 4 millió Facebook felhasználó van. Na most értitek, tehát hogy így azért olyan sokan nem vagyunk, hát, hogy a többi 6 millió meg, hogy hívják persze nem Facebookon, de ki hiszi már el ezt? 4 millió regisztrált a magyar Facebook felhasználó. Nem, hát nyilván van egy ember, annak van külön cége, 600 cége, 800 cég, 900 helyen reklámozza saját magát, persze. Tehát itt fölmegy egy álnéven, amivel tud rendesen posztolni, fölmegy egyel, ami önmaga, hogy a barátaival is tartsa a kapcsolatot, ez már kettő. Igen. Remélem ezeket a cikkeket is kiszűrjük, amik ugye velünk kapcsolatban vannak még eladva. Ahogy én szívinfarktus kaptam, meg agydaganatot, amit ugye hát eleve azért... Tehát hát azért álljunk már meg a hazugság halmaz. Tehát a hazugságunk is van határa, hogy Balázs agyrákot kapott, tehát ez azért igen, szóval a biológiának is megvannak a határai, de hogy velem például egy reklámoztak egy oldalt, erről ugye beszéltünk. Igen. Hogy oda kattintasz, lájkolod, elolvasod, és akkor úgy mész át egy ilyen szenzációhajhász oldalra. Na, kiért fotózzuk lett? Kire vagytok kíváncsiak? Akkor tessék, mondjatok egy-két nevet. Kit nézzünk meg? Aki mondjuk közszereplés van oldala, és elvileg vásárolhat. Majka? Nézzük meg a Majkát. Majka 300 ezer körül van. Szerintem egyébként sokan szeretik, de mindig azért a közszereplők nézik egymást, és folyamatosan próbálják mindenki feljebb nyomni, hogy még, mert abból derül ki, hogy én milyen népszerű vagyok. Hajdú Petinek van? Hajdú Péter? Hajdúnak van, de neki nincsen sok. Igen, ő? Nincs. Vagy ő nem használja így. Nincs sok, úgyhogy ez valószínűleg igaz. Frisbee-nek külön? Annak sincs. Nincs. Ő nem tartozik egyébként a lájkvadászok közé, meg a lájkhalmozók közé. Azt te is tehát nem csinál belőle ezt is. Aha. Az szimpatikus. Az mi ellen és a miénkbe esne 40 ezerre?
Önmagát alázta meg a Morning Show. Arcoskodunk, és nem, hogy beesne 40 000-re, törölnénk az oldalunkat. Laci, tudod? Laci tényleg, hova tűnt az oldaluk, tudod? Vettél lájkot, de őszintén, egyet se? Nem, én megtiltottam mindenkinek. Jó, király. Nem, sem, mondtam, hogy nincs. Laci, nem vimeztál be a műsorba, csak kivesz belőle. Egyrészt tőlem kellett volna, hogy pénzt kérjen, mondom, mi nem vásárolunk, nem. Legyünk inkább 250 000, 300 000, egy hülye egoharcba nem megyünk bele. Tehát, hogy tudod, hülye egoharcba nem megyünk bele. Hogy is volt ez, Balázs, hétfőn? Nézzük meg. Morning Show, 16 000. Ó, hát biztos megtámadtak a robotok minket. Nem aggózunk, de mikor leszünk már 300 000? Persze nem foglalkozunk vele, de azért lájkoljátok az oldalt, jó? Hogy legyünk 300 000, tényleg lépjük át a bűvös határt. Na, jó. Tehát akkor... Akkor Majka van. Sóbert család, Majka, Kaszatibi. Ugye így ebben maradtunk, megnézzük ezeket az oldalakat. A miénket is nézzük meg. Igen, Sóbert család, a Majka az már 4 millió. Mert hogy ott, mert ott azért több oldal is van. Hát ugye a legnagyobb számú az üzlethez kapcsolódik, és nem pedig a személyes oldalaik. De ez a 900 meg a 600 az a személyes, nem? Vagy a 900 az az üzlet? Nem. Az az üzlet, így van. Aha. A 900-as üzlet. Jó, ezeket le tudjuk fotózni? Kifotózzuk szépen egyenként, nem? Hát szerintem le tudjuk fotózni. Csak félő, hogy Rékának a mosolyáról visszaverődik a vakunak a fénye is. Mi az, hogy szállítás 10-21 nap? Ez hogy van? Tehát én megveszek 5000 rajongot, és nekem lerakják a házam elé őket? Vagy ez hol? Igen, 8 darab DAF busszal meghozzák őket, és azok megjöttek a rajongók, szállítás 10-21 nap. Tehát mit kell szállítani? Egy esernyő, meg egy pohár, ami felfelé van fordít. 100% garancia. Mire vállal a garanciát, hogy tényleg szeret engem? Tehát én végig kérdezhetem azt az 5000-et, akit megvettem, hogy 88 000 forintért, hogy valójában szeretem? Mi az, hogy szállítás 10-21 nap? Honnan hozzák őket, egy sóbányából? De várjál, és akit a 10. napon odahoznak a lakásod elé, az a 21. ott is marad? Mi? Az 5000 ott lett? Tehát bevárják egymást? Aki korán jön, megvárja a többit? Nagyon jó. Sürgősségi szállítás kérde. Valós magyar felhasználók, fizetőképes rajongók. Honnan tudja? Tehát ő szól 5000 egyébként bezsákolt rajongónak, hogy fizetőképes vagy, és azt hozzám csapja, mert hogy meg tudom ezeket venni. Gyerekek, 1000 rajongó 20 000 forint, azért az nyomi, nem? Elindítasz egy Facebook oldalt, és azért bevásárolsz egy 1000-ecskét, hogy legyetek. És kifizetsz rá 19 000 forintot. Az 1000 rajongó csak 5-14 nap alatt szállítják le neked. Tehát ahhoz nem kell. Az 5000 rajongó, az már sok. Ez nem is baj, hát azért ott kilóg a lóláb, tudom, amikor elindul egy oldal, hogy 6 másodperce vagy fönt, és már van 1500 ember, aki belájkolt. Hát ha 5 nap múlva lesz 1500, akkor azért szerintem a látszatra adni kell. Tehát, hogy azért okosan kell ezt csinálni, hogy ne legyen annyira feltűnő. Kis eltűnde? Hányan vannak? Hány rajongó? Nézd már meg, de tényleg. Rajongó? Aha. Egy sem. Valójában rajongóra, vagy kivel. Akkor hányan követik? Figyelj, a tündét 1600. Annyi, 1699. Az tök jó. Na, az a korrekt. Ne szívass már. Lájkoljuk már az oldalát. De nincs rajongói? Ez a sajátja, nincs rajongói? Ez a kiszeltünde, nem hivatalos. Nem, hivatalos oldala. 1600-an. Igen, egészen konkrétan most itt nézem, a tünde látható rajta, hogy áll mellette egy amerikai katonai egyenruhába, egy ünneplő katonai egyenruhába öltözött férfi. 1699 kedvelés. Így van. Nem lehet. Nem lehet. Nem már. De. Az valami szint... Annyi nem lehet, Jani. Hát várjál, mert alatta van a Szeretjük Kiszel Tündét Facebook oldal, az 6200. Az milyen, amikor egy alternatív oldalnak több rajongója van, mint a saját oldalnak. Azért az nagyon kemény. Tehát van a Rákóczi Feri oldal, és a Szeretjük Rákóczi Feri oldalt rájkolnak, hogy 220 000, tudod. Felét is nézzük. Fotózzuk ki a felét is. Fotózzuk. Te mennyi, te kevés vagy? Te nem vásárolsz. Én 40-50-60? Hát most ilyen, azt hiszem 56 körül van. Az szimpatikus. Így ilyen. Az szimpatikus. Egy havi 300. Mennyit költöttél? Mire ideig eljutottunk, milliósban kerül. Nem, most minden pénzt az étterembe tolt, nem tudok lájkokat. 56 000 vagy most, na őszintén, hány 100 000-et költöttél el? Túl soknak tűnik az, hát nekem. Úgy az van, hogy az anyukám ilyen lájkolt, meg a testvérem, és a többit vettük. Jó, nézzük meg akkor. Berki Krisztián, hányan vannak? Azt mondja, hogy de jó, a Berki. De nézzük meg őt is, szerintem ő is elkezdett ezen harcolni, hogy akkor őt most mennyien szeretik, vagy szeretik-e, biztos... Azt mondja, hogy ott nem látjuk, mert az egy ilyen zárt. Zárt oldal? Igen, zárt oldal. Ja, be kell lájkoljam? Az egy nagyon elit társaság. Oda nem juthat be bárki. Igen, és ezt a szót kerestem. Igen, nem. Az elitet. Én nem biztos, hogy jó szót használtam, igen. Hát 224.909. Megtaláltad? Meg, hát. Várjál, azt mondjuk, amikor én egy másikat Krisztián Berki. De ez a gyerekek, ez a Kiszel 1600, ez nekem nagyon gyanús. Az azért van, hivatalos oldal. De mert föltörték neki a múltkor, ez valahol milyen férfi. És elrabolták a Facebookját, és csinált újat.
És ez az új. Ja, hogy most indul. Igen. Aha. Igen. Hát akkor ne hagyjuk, hogy megnőjön, törjük föl ezt is. Nem, már toljuk már föl neki az égbe. Mit? Hát őt. Hogy hívják? Lőjük ki a lájkszámot. Én nem. Megérdemli. Igen. Olyan lelkes. Olyan. Jó, oké, gyerekek, csináljuk meg a fotókat, amikor pipát látunk valaki mellett, az előbb említett célszemélyek mellett összehasonlítjuk akkor, jó? Megnézzük, hogy mennyi a valódi. Szóljatok ti is, drága hallgatók, amikor pipát láttok, egy vagy két pipának? Két pipának, egy pipának kell megjelenni, ez egy kék pipa. És hol? Senkinél nincs még. Jó, csak mondom, de vannak már, vannak már oldalak, ahol ott van már a pipa, az azt jelenti, hogy maga a rendszer az már átfuttatta az ellenőrzést. Tehát túl vagy az ellenőrzésen. Tüde, nem tüde. Ma, majd tüde. A jövéte megköszönheted, de már hatan lájkolták egyébként azóta, hogy beszéltünk róla. Tüde, tüde. De gyerekek, csak mondom, hogy például a közszereplők közül a Hajdú már átment a vizsgálaton. Egy ember visszavonta a lájkot, a tündénél meggondolta maga. Elég hamar. Tehát a Hajdúnál már kék pipa van, az azt jelenti, hogy őt már a rendszer átvizsgálta. Ő átment. Tehát ő már átment, ő már kék pipa. Mellettünk még nincs kék pipa? Morning Show mellett még hát nincs kék pipa. Vagy pedig azt jelenti, igen, hogy meghívta az egyik ilyen lájkodász, vagy lájkgyárt oldalnak a képviselőjét a frisbee. Hát szerintem pipát. És ezért kapott két pipát. Állítólag a robotok most a kaszatibi oldalán vannak, csak lefagytak, mert ezt nem győzik. Nem győzik. Legyőzik a gyomlálás. Élezni kell a késeket, mert nagyon, nagyon hamar elfáradtak a gyomlálásban, igen. Na jól van. Tibit szeretjük egyébként, a kis drága, ő nem bántjuk, csak humorizálunk velem. Na, 3-4-10 lesz pontosan 7 perc múlva, ezeket az oldalakat... Nehogy legyen ezé kedden. Ezeket az oldalakat mi lefotózzuk. Ha pipát láttok, szóljatok, és akkor összehasonlítjuk, jó? Jövünk mindjárt, egy pici szünet után a nap legjobb pillanataival. 3-4-10 lesz, pontosan 1 perc múlva, szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, és mutatjuk a nap legjobb pillanatit, hogy miről is volt szó ma reggel. Találtunk egy receptet, ami régóta kering már a Facebookon, de mi nagyon szerettük, azt találgattuk, hogy a tüccsölt rajtlit vajon hogy kell elkészíteni. Tele volt idegen szóval a recept, vicces módon próbáltuk megfejteni, hogy vajon mi a fene lehet. Ez lesz egyébként Feri pénteki recept. Így van. A tüccsölt egyébként rajtli, ez tök jó, én pont erre gondolom, hogy tegyük azt föl. Ennyi. Aztán mindig azt csinál belőle, amit akar. Igen, és utána arról kezdtünk beszélgetni, hogy milyen az, amikor az ember környezetében a kollégája, a barátja, a barátnője, a szomszédja úgy használ idegen szavakat, hogy vagy nincs tisztában annak jelentésével, vagy rosszkor használja, vagy rossz mondatba teszi bele, és ez egész inkább vicces lesz, mint értelmes. Hát nagyon jó SMS-eket küldtek a mi hallgatóink, hogy miket hallgattak már végig barátoktól, barátnőktől, kollégáktól, szomszédoktól. Ez volt az egyik témánk, a másik pedig egy MÁV applikáció, amiről beszéltünk. Ugye ez egy nagyon klassz dolog szerintem, mert hogy androidosok, iPhone-osok számára is abszolút elérhető lesz egy ingyenes MÁV alkalmazás, és ott aztán tényleg mindent meg lehet tudni a járatokról, lehet csetelni a vonaton ülve, a peronon állva, és elmondja, hogy hol tart a vonatunk, mennyit késik, kell-e még várnunk, mennyit várjunk. Egy teljes körű alkalmazás. Egyébként jó szerintem azoknak, akik sokszor reményvesztetten áldogáltak különböző vasúti megállókban is vártak fél órát, órát, föllépsz, megnézed, letöltöd, látod, még van egy fél órát, visszamehetsz a váróba várni, nem kell kint állni a hidegben. És például. Hát a csecs szoba. És addig csecselhetsz, illetve csetelhetsz, és pántlikások ugye előnyben. Pántlikások előnyben, arról beszélgettünk, hogy mivel ugye ezzel a programmal ismerkedni is lehet, kinek milyen története volt már BKV-n, vonaton, ki hogyan próbált ismerkedni, ki hogyan flörtöl, és kinek milyen módszerei vannak arra, hogy felszedjen egy fiút vagy egy lányt. Érdekes történeteket hallottunk, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Csabi, hello, jó reggelt! Ciao. Jó reggelt, szevasztok! Hello, hello, mi újság van? Hát ez a BKV, meg ez a vonaton utazás. Régebben én is utazgattam, nem volt jellemző nekem sem, vagy számomra sem az ismerkedés, viszont engem mindig megtaláltak azok, akik hát higiéniailag nem voltak annyira rendben, vagy kihívásokkal küzdöttek. A Dobcsiza Janival, ő benne van a buliban. Velem nagyon beszélgetni, nagyon közelről. Veled akartak mindig beszélgetni? Igen. Igen? Volt egy időszak, amikor ide is busszal jártam be, és volt egy emberke, akivel hát mindig ugyanabban az időben indultunk el, tehát minden reggel találkoztunk a buszon, ez egy férfi ember, nem ismerkedni akart, hanem hittérítő volt, tehát amatőr hittérítő, aki azt gondolta, hogy majd engem meg tud győzni bármiről is. De szegény nem nagyon mosott fogat, azért lehetett érezni. Hát ez nem egy kellemes. Igen. Történet. Nekem ez. Jól, el is öntötted a műsor végét. Igen. De benne nem romantika. Én kerestem benne, nem találtam. De közben ugyanazon a buszon lehet, hogy ismerkedtek mások.
benne van. Hívjuk a nap hallgatóját már is. Ha mondja, hogy morning show, ővé az ajándékcsomag. Komló és Pécs között havazik, addig mondom gyorsan. Illetve van egy komoly baleset Újpesten a Megyeri temetőnél. Rendőr, tűzoltó, mindenki kint van. Óvatosan menjetek, ez Gyufa küldte nekünk. Köszönjük szépen. Hopszi. Foglalt. Jó, hát akkor nem foglalt. Nem a mihetünk. Nem, ez tényleg nem a mihetünk egyelőre. Csabikám, remek zenék? Hozok nektek egy igazi klasszikust, amit biztos, hogy mindannyian szerettek. Az eredeti 89-es vagy 90-es Depeche Mode-ról van szó. A zenekart mindenki feldolgozta már, aki él és mozog, de aztán ők csináltak, vagy készítettek egy albumot, amikor ők saját maguk remixelték, vagy gondolták újra a korábbi dalaikat, és erről van nekem egy nagy kedvencem, és sosem voltam olyan igazi nagy Depeche Mode-os, főleg amikor ők elindultak és mentek, akkor ugye a legnagyobb rocker korszakomat éltem. De 2004-ben, amikor az Enjoy the Silence-t ők maguk kihozták a saját újra gondolt formájukban, na az abban benne van hihetetlenül dögös gitárokkal, a dallam végre értelmét nyerte, a szöveg mind, tehát nekem az nagyon tetszik, az jobban tetszik, mint az eredeti, úgyhogy ezt fogom most nektek mutatni. Meghallgatjuk. Meg. Jó van. Mi a recept? Van, a recept fönn van a Facebookon, aki tücsölt érdekel, nézze meg. Tücsölt rajtli. Tényleg az? Tényleg az. Föltettük a trüttyöt a rajtlit. Tessék elkészíteni. Nagy gyerekek, esetek neki, hajrá. Hajrá. Igen, beszéltünk róla sokan. 18. kerületi helyek, nem elfelejteni. Imre Lőrinc futóverseny. Vasárnap. Király, keményen, mennyit kell futni? 8 kilométer, de van a kisebb távok is gyerekeknek is, úgyhogy hogy gyakorlatilag egy családos programról van szó. De 11. kerület. 10. már. 11. kerületben ne tegye a lábát, mi? Ez csak Feri, ez 18. kerület, de ahogy is persze, bárki oda jött, aztán futhat. 8-at. Természetesen a sportról. Aha, 8-at, felnőtteknek 8-at, fiatalabbaknak 3000 méter, de vannak a legkisebbeknek is vannak különböző távok. Profiknak pedig pókjárásban. 8-nak neki sem megyek. Hát, én most ördögszekérben indulok. Vagy futunk, vagy bockodunk. Nem, virággal ördögszekérben próbáljuk meg teljesíteni. Azt hiszem, egyedül. Ördögszekérben egyedül. Gondolom, egy pókjárásba végig sétálom a 8-at, nem hogy futva. Na jó van, drága hallgatók, köszönjük az egész heti figyelmet. Csabinak kívánság műsorra hallgassátok őt is. Jó, mi hétfőn 6 órakor érkezünk, vigyázzatok magatokra. Péntek 13-a, ha valaki esetleg nem tudná, nem elfelejteni. Állítólag kevesebb a baleset, kevesebb a csonttörés, mert mindenki jobban vigyáz magára. Ezért mondom sokszor. Pántlikások, óvszer legyen nálatok. Így van. Hétfőn jövünk 6 órakor. Szép napot mindenkinek. Szevasztok. Sziasztok. Ciao. Hölgyeim és uraim. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb